Élőszervesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balondjai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsi! Na, itt vagyunk 6 óra után 14 perccel. Hello, egy újabb borongós reggel, miért is lenne? Miért is lenne napsütés, nem? Hát ez a már nem lesz. A munkahőse Beni őse. Így van, a munkahősei. Noel apja nagy-nagy gyom. A munkahősei. Mondom ezzel, hogy ahogy megjön, őse. Hát figyelj, január óta nem voltunk Szabin, úgyhogy valóban a munkahőse. Mi nem voltunk, Szabin. Ja, tényleg, ti, én voltam egy hét. Hajlandó vagy elfelejteni. Igen, ezt az egy hét Nepált, ezt hajlandó vagyok elfelejteni valahogy. Elég hamar elmúlt. Voltam egy hetet Nepálban. Az nem Szabi. Na, na, az ember, ez na. A lélekben hazament. Hát az... Tényleg, akkor nem, ez egy szomorú otthoni karantén. Na, igen. Egy hét ott. Igen, igen. Na, de tényleg, szóval, hogy azért ez elég régen volt. És még mindig itt vagyunk. És még mindig nincs jó idő. És úgy látom, hogy július végéig. Én annyira, annyira vágytam rá, hogy ma reggel tényleg ilyen szép napsütés, és kékig, és az... És, nem. Hétvége, azt mondtátok a hétvégét, hogy nagyon az jó, van, az van, hogy napról nap, órára változik. Tegnap megváltozott. Ez az, amiről beszéltünk már számtalan, hogy egyszerűen nem lehet nekik hinni. Tehát, hogy 24 óra maximum, és akkor abból, hogy nagyjából biztos lehetsz, a biztos az mondjuk, hogy 3 óra múlva mi történik, de hogy egy 2 napra előre nem tudnak megjósolni semmit, a hét közepén konkrétan az volt az applikációkon, de az összesen, tehát még az általán favorizáltakon is, hogy a hétvégén már nem lesz eső. Aha. Na erre most a hétvégre szépen péntek, szombat, szakadót vasárnap. Igen. Na. Szakadót 20-19. A következő napos ikon az jövő hét vasárnap látható de a telefonon. De ennek kell hinni. Há, mindegy, ennek hogy nem sem. Kell hinni. Az is változik egyébként. Nem tudod már, hogy minek így. Figyeltek, bejött ez a medárd ezek szerint. Ez bevert. Ez be. Ez a medárd, ez bevert. Ez bevert, úgyhogy... Hagyjon el. Úgyhogy ez van. Na mindegy. És a malárás, hogy jön egy ilyen kis finom szél. Néha viharos, néha erős széllökésekkel egy finom százas szelecske még úgy megérkezik, úgyhogy... Nagyon furcsa, csak tényleg ne essen máme. Máme mi? Máme mi, hámé, máme. Nem kell locsolni legalább, ne? He? Az igaz, de már nem kell egy hete locsolni. Az asszálynak már hivatalosan is véget ért, most már a gazdák sem mutatják azt, hogy nincs elég eső. Ne, most már az, hogy sok lesz. Igen, most már az lesz a bőkös, hogy sok lesz. Herenden csodásan süt a nap, látod, gyönyörű. Azt hiszem, ti vagytok rossz helyen. Ja, hát annyi eső volt, láttátok az esztergomi kenus képet például? Nem hiszem. Főutcán egy ember azt mondta. Kenuzott a főutcai ember. Mennyire kipróbáltam volna. Egyébként jó, ugye? Igen, csak hát annak nem ulatság, akinek elöntött a pincét nyilván. Tehát, na. Ezt ne is írja senki, de akkor az Andrásin rossz. Ugye volt végbordozó. Igen. És még a kecskeméti Audist szeretném a figyelmetek. Aki azt hitte, hogy annyira speci az eszköz, hogy kétéltű. De láttad a videót? Ment. Van egy aluljáró, amit nyilván rosszul viteleztek ki. Igen. Ezzel a nagyon csúnya magyar mondattal. Tehát, hogy nem folyik el a víz. Tehát úgy rossz, ahogy van, ez oké. Ez egy másik probléma, mert mindenki erről kezdette kommentelni alatta, hogy ezt értjük, hogy ott valaki igen. rosszul csinálta a beruházást. Nem folyik el a víz, tök mindegy. Na most lezárták az aluljárót, jött Audis emberünk. Ja, azt látta. Nekem menni fog. Nekem nem víz a víz. Négy karikás, ne szórakozzál, lendületbe átmegyek, átsiklok a tetején. Aztán nem. És ami óriási volt, hogy mikor vízbe csattant, ugye elkezdett hullámozni a kismedence. Fölül, és így fölült a kocsi, ugye az konkrétan megúszott az autó. Elsüllyedni, nem tudott, viszont nem tudni, nem volt, van azért, nem azért. Volt meghajtás a keréken, ezáltal tulajdonképpen nem tudott már haladni sem. Igen. És elkezdett a kocsi úszni. Igen, de gondolta, hogy hát, ha úgy fog működni, mint a hajócsavar, mármint a kerék, a meghajtott kerék, és akkor nyomott neki még egy pár jó kövéret, hogy nem, a biztonság kedvéért tényleg, nehogy véletlen megúszza a gazdasági totálkárt. Az biztos, hogy annyi. És ugye hát kérdés, hogy hogy jössz ki belőle? Tehát, hogy valószínűleg... Ugye, akkor mit csinálsz? A kiszállsz hátra, és kitolod? Nem tudod. Az biztos, ha úszik az autó, akkor igen, de valószínűleg nem tudod kitolni, mert hogy az ott azért viszi a sodrás ide-oda. Hát meg ilyen emelkedő van mögötte. Persze. Nézd már, persze. Igen, meg van egy emelkedő ember nincs, mögötte. Ott a szárazon is a földhoz egy autó. De hát, ha van egy téglaszt, rárakod a gázra.
Semmi, az fekete Laci tudja kitolni. Valószínűleg nem érte föl, hogy milyen mély az alagút. Tehát, hogy nem érezte, az csak azt, hogy van benne valamennyi víz, majd átmegyek. De azt írták, hogy ez egy lezárt aluljáró volt. Tehát ő tudott egy rövidebb utat a kordonon innen, vagy onnan, ahol átfért az autóval, vagy itt le volt zárva, ezt írta legalábbis a cikk. Lehet, hogy csak félpályás volt a lezárás. Igen. Tehát a lefele hajtósáv, és akkor úgy döntött, hogy a másikon viszont bemegy. Mi lett lezárva? Mit zártak le? Nem baj, én nem zárták el a vizet. Hát azt így jártunk. Nem, nem lehet az olyan nagy, nézd meg a kacsának a is, igen, csak a hacsáig ér. Ugye? Amikor belement, még nem volt lezárva az aluljáró. Hát, azt nem tudom, a hírek azt írják. Hát ilyen nincs, hogy amikor belement, hát persze. Az volt, hogy mögötte ott állt egy sapkás ember, és maga menjen még uram, maga még átmert, és zárták. Megszívta, bement, gyorsan zárjuk le. Ez teljesen reális. Maga jó, maga még menjen, utána már tényleg zárunk. Igen. Na mindegy, a kicsik Hummerre mennek a Balatonra, a kemények Audival a kecskeminti aluljáróban. Hát kinek mi jut, gyerekek? Igen, egyébként, amikor nincs ember a szélén, én is keresem ezeket a nagy tócsákat, mert az jó abba belemenni. Tehát abba van na, valami... De neked olyan hasmagassága van, hogy na. Hát, igen. Én felugrok, és úgy tudom lebucizni. Megúszott volna ebbe azért ja, a nagyvasz is. Ebbe valószínűleg a nagyvasz is megúszott volna, igen. Tudod, ehhez már olyan kell, olyan autó, aminek így a föl van vezetve a szélvédő mellett a... Mi az Isten, az mondja megéri, nem a kipufogó, hanem ami így van, ami beszívja a levegőt, ott, ami kell a robbanáshoz, mit tudom én, azzal esetleg át tudsz menni. Tudod, van olyan, hogy itt kiviszik a kéményt, igen. Beböffentő. Úgyhogy azzal talán, de hát azért ez akkor is bátor. Mondj még valami szakszót, te műszaki zseni, te autogúrú. Alsó és ragyogó napsütés. Látjátok, de tényleg mi vagyunk rossz helyen akkor. Uh-huh. De figyeljetek, mi nem irigyeljetek tőletek, csak egy kicsit. Igen. Örüljetek neki. Biztos volt az elmúlt héten pár olyan nap, amikor meg ti voltatok a rossz végén, most meg mi, most ennyi. De az lenne, hogy mindannyian most meg kicsit így kapnánk a napsütésből. Azt mondják, a G-osztályát ment volna. Én egy próbát. G-osztályát ment volna? Én egy próbát javaslom. Igen, se baj, azért a gazdaságra totálkára teszem az autót, annak azért nem örülnének. Tehát, hogy... Kisebb-nagyobb ilyen halló, JP autó. Karcolásokkal, meg nem tudom, vissza szoktam vinni, meg minden, hogy nincs kitakarítva, de azért a gazdasági totálkára vágom ki, meg ilyen kocsit, lehet, hogy nem lennének boldogok. Ha összejön, akkor nagyon jól jött ki belőle. Figyelj! Valószínűleg egyébként lehet, hogy átment volna, mert ez nagyjából a szélvédő ablakig el tud merülni, ez az autó van kitalálva. Tehát, hogy lehet, hogy átment volna. Azért ezek erre vannak kitalálva. Elárasztjuk a kecskeméti alagutat, és megyünk. Ne szivattyúzzák még most ki? Ne, sőt, visszatöltjük ugyanaddig, amíg az Audinak tartott a víz, jó. És akkor megkínáljuk a G-t vele. Na. Most, ha mégis benne maradunk, akkor viszont olyan telefonhívást kezdeményezünk a JP felé, Audi. Azt mondod, hogy ez nem megy át? Micsoda, adtok egy autót, és nem megy át egy aluljáron? Hogy van ez? De vicceltek, itt életveszélyben voltunk. Igen. Pesten ne is üssön. Városiak, küldte nekünk valaki. Teszt a lelke. Nem merem, ez sajnos nem merem. Sajnos nem merem letesztelni. Na, mi újság van egyébként? Minden rendben, minden oké? Okay. Ó, minden. Megkaptuk a bizonyítványokat, na. Értve még csak az egyiket, és egyébként Annával párhuzamosan képzeljétek el, nagyon jó fejek voltak a pedagógusok, mert oklevelet kaptunk, de a szülők. Mi is kaptunk a BK-val, és kapott az Anna is egy oklevelet, hogy ők nagyon köszönik, és a digitális távoktatás legjobb szülei lettünk, nyilván minden szülő kapott ilyet, de hogy olyan rendesek voltak a tanárok is, vagy legalábbis a miénk, az Annáé is, meg a miénk is. Viktor bácsi nálunk írt egy ilyen, de tényleg szépen megcsinált oklevél, ugye? Egyébként megérdemled, de hát nem gondoltunk volna erre, és akkor rajta van, hogy Vajda Judit és Rákóczi Ferenc megérdemelten a legjobb digitális oktatást bíró szülők avanzsáltak, és köszöni a segítséget. De miért nem osztályoztak, hogy lett volna? Nem? Hát egyébként én egy kicsit magunkénak Vajda érzem. Vajda Judit 5-ös alá, Rákóczi Ferenc 3-as. 7-es, de átmennem érdekes. Én egy kicsit egyébként a gyerek, hogy hívják ezt bizonyítványát, most a magaménak érzem. Szerintem minden szülő, ugye? Szerintem az most egy közös buli. Ez joggal. Az most egy közös történet. De akkor megdicsértek titeket meg, is. Meg jó. Bennünket ez is, mondom, oklevelünk van róla. És volt ilyen virtuális évzáró? Leültek a gép elé, vagy valamilyen? Bementek, de csak ilyen egy plusz órára lehetett bemenni, meg azért nem volt ez a nagy buli, tehát távolságtartással. Volt a Sománál, a Pannának ma lesz. Gyorsan felírtak, hogy vakáció. egyszer az egészet. Ez jó. Akkor van egy kis emlékplakettetek erről. Jó. Majd novemberben a második hullámnál kapjátok a következőt. Majd lassan ezt is lehet majd laminálni és lefűzni. Majd igen, első pár, példán, lesz belőle még egy pár, igen. Példán, tavaszi harmadik, szakasz, őszi szakasz. 2032. januárja. Közös érettségi. Akkor is.
Közös ballagás, hát minden, minden közös lesz. Tessék, Veszprémben is üt a nap. Na, jó idő van, igen. Azt látom egyébként, hogy nagyon-nagyon szétbomlik minden. Tehát, hogy ahol van egy kicsi front, vagy vihar, felhő, vagy zóna, ott szakadó eső, és hideg mellette 10 kilométerrel meg napsütés. Ja, Istenem. Igen, valaki már belerakott egy tengeralattjárót a Kecskeméti aluljáróba. Igen, ezt láttam a Kecskeméti aluljáró alatt, és berakott egy periszkópot. Elvileg egyébként jövő héten hétvégétől indul a nyár, azt mondják. Az jó. Na, tehát, az pont jó lesz. Még egy hét, gyerekek. Az pont jó lesz. Igen. Még egy hét, amit ki kell várnunk, és akkor utána. De akkor utána hosszú távú? Hát tehát szerintem utána azért a július már be fog robbanni. A július az be fog robbanni. Hosszú távú keddig. Igen. Egy hosszú távú kettő ja. darab nap, igen. Ne, és jött egy nagyon jó mém. Ne aggódjatok, nem fog állandóan esni az eső, előbb-utóbb úgyis átvált havazásba. Háj, de szép. Igen, Ádámnak köszönjük. Köszönjük szépen. Na jó, van, látom, hogy már sokan jelentkeztek közben játékra is, úgyhogy lehet akkor nekünk kirogatni. Elkezdjük ezt a kis utolsó reggelecskét. Moziba mikor lehet menni, kérdezi valaki? Lehet. Föloldották. A mozit is? A mozit is. Mozit, színházat föloldották. Komolyan? Aha. Egyelőre Bud Spencer és Terence Hill filmeket játszanak, mert a nagy stúdiók ugye nem küldenek bemutatni valót, úgyhogy Kincs, ami nincs, Anulu kalandjai 2, és Amerikába jöttem is a Aranyos a lyukában 4-et mutatják most be. Beverly Hills Cop 2. Na, mert nincs mit. Hát mindenki elhalasztotta a premierjét augusztusra, szeptemberre. Tehát mit adnak a mozik? Hát azokat, amiket ott a vírus előtt gyorsan bemutattak még, azokat tolják még és ki. És tudod, az még nem tudott kifutni. Na jó, de ezek valami minden héten van valami premier, vagy hát valami. Most nincs. Most igen, most régi filmek mennek. Ugye, hogy nagyon sokat nem tudsz mutatni. Hát azt olvasod, hogy a nagy stúdiók nagy rendezői mindenki elnapolta. Mm-hmm. Vagy a felvételt, vagy a forgatást, vagy a premiért. Hát most lehet, hogy olyan a mozi előadás, hogy bejön a gépész, és így fölmutat 10 filmet. Hölgyeim és uraim, ez marad bent. A igen, vírus előre lehet választani. Mit nézzünk? Folyt köv. Még benn van egy tekercs, mert hogy nyilván már nem tekercsül tolja. Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan Michael Yorkkal. Ez az első, amit lehet választani. Az első rész még. A gonosz Milady, a Milady nyakéke folytatása. Igen. A Lusitánia elsüllyesztése, ez lesz a második. Egy angol fekete-fehér dokumentumfilm a BBC-ről, ebből lehet választani. Illetve orosz kortárs művészek rövid dokumentumfilmjeit lehet megtekinteni. Teljesen ingyenesen, egy nagy adag patogató kukoricával. Hát Laci, nagy mozis voltál, nézted? Van valami? Mit játszanak? Semmit, mi? Hát mindent eltoltak őszre. Minden ősszel van. Hát akkor bemész, leülsz egy sötét terembe, és nem történik semmi. Én egy ilyenre bemennék. De önmagában az érzés. Önmagában csak az, hogy ott vagy, és hogy nyugi van, csönd van, ültök egy csomóan. Nagyos patogatott kukorica, vagy az, hogy nem mondják meg, hogy mi lesz. Igen, de a patogatott kukorica is akkorról származik, amikor még moziba jár. Hát az persze, az még februári. A februári kukoricát ki kell szólni. Kicsit megdobálták, tudod. Átmelegítették. Hát a februári kuki még ott van a gépekben, hát az gyorsan kiszórják. A nachoszt, a paprikát, és akkor adnak valamit. Pedig de jó lenne egy nagy film. Ja, most a Christopher Nolannek várom ezt az új Tenant filmét, mert félek tőle, hogy ugyanolyan zavarosan fogok kijönni, ahogy beültem rám, mert hogy már olvastam egy kritikát, hogy cseleje se vége, de azért én szeretem. Uh-huh. Na. Hát még egyre nem nyitottak meg te. Na, tegnap mondták, hogy lehetséges. Ja, hogy akkor most ezek felkészülnek. Fölbúgott a Roventa porszívó, kiporszívózzák a vásványszékeket. Összeszedik a februári kukorica maradványokat. Le a vetítővel. Két alvót, aki azóta oda bezártak, és nem tud kijönni, és a Cineplexben kovályognak, hogy engedjék ki őket. Kivágják a sajtos mártogatós foltokat a kárpitból. Továbbra sem tudni részleteket a mozik, színházak és múzeumok újranyitásáról. Te mit hallottál? Hát tegnap mondta a bizottság, hát ne szórakozzatok, majd lehetséges színházba járás. Lehet, hogy a velencei mozgóra mozi. Nem lehet, hogy ez a velencei mozi. Nálunk nincs mozi. Nincs mozitok? Nincs kép. Ez a legnagyobb drámája a Velence Korzónak, hogy nincs mozi. Hát csak azt mondja, hogy óriás kereketek is van, minden óriás azért ne legyen. Óriás kerekünk van, igen, meg szabadtéri előadásaink voltak nyáron, de mozi az valahogy nincsen. De nem lehet a foci csapat öltözőnek a hátuljára vetíteni de valamit? Dehogy nem. Lehet, még a foci csapat hátára is, amilyen gyorsan futnak, de szerintem az nem egy jó módszer. És akkor ülnének a kis padon a nézők? Hát tudod, hogy nálatok semmi furcsa nincsen abban, hogyha nem abban az irányban néznek a székek, amerre egyébként nézni kéne. Azt ne vegyük elő ezt a sztorit. Ja, jó, ne vegyük mondom. Elő ezt a sztorit, mert elmagyaráztam. Az ott megvan egyébként, akkor már sikerült elé is telepíteni valami látványosságot? Elmagyaráztam a tavalyi évben, hogy ugye azért van háttal a tónak, mert ez egy homokvédő. Az nem azért van, hogy te valójában üldögéljél. Aha.
Na. Jó. Nem az van, hogy csak oda leülsz és nézed. Hát lehet-e leülsz, de nem azt nézed. Leülsz és háttal a tónak nézed, hogy le ne üssenek hátulról, igen, hogy ki ne raboljanak, ezért nézed a korzót, na, hogy ki fog odalépni hozzá. És valójában nem székek, hanem térdeplők. És ha oda térdesz és nézel térdeplők, a víz felé. És azért jó az irány, na, mert nem szék, térdeplők. Végre megjött az eszed. Így van, na, gyomtató. Nem össze-vissza beszélsz. Kecskeméten a Titanicot adják, gondolom az aluljárós. Ja, jaj, igen, tekintettel. Igen, tehát igen, ott ez ott messze moziban műsorra tűzték a Titanicot. Igen. Igen, és a Tenger a Tiáró című filmet, természetesen az U-botot. Igen, hétvégén a sugármoziban már lesz vetítés. Na, látod? Na. A jó sugármozi nem hagyja cserbe a nézőjét. Oké, na, akkor viszont indítsuk el a reggelt, játékra lehet jelentkezni, ha valaki nagyon elpopsizna bennünket, vagy legalábbis úgy érzi. Írjon nekünk, mi pedig jövünk a hírek után, 7:30 van pontosan. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en! A Rádió 1-en! 3-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ebből nem volt egy spanyol verzió? Kérdezi valaki, de van, uh-huh, volt, amit állhattuk is, nem? A spanyol verzió? Ezt a spanyol verzió. Uh-huh. Volt vagy jó? Nem tudom. Hát nem tudom. Hát a Habana Ubana. Habana Ubana. Az biztos spanyolul. Ja, az a jó kis Habana Ubana. Nagyon jó volt, Habana és szeretem. Mindig leszettem róla a címkét, és fölragasztottam a ütőre. Igen, a Habana Ubana? Igen. Azt mondja, hogy a M4 Abony után baleset. Köszönjük szépen. Merre felé? Igen. Abony után, de hogy melyik irányban, azért az fontos lenne. Küldjetek el nekünk. Jó, egyelőre egyébként minden rendben, tehát hogy van, ahol esik, van, ahol fúj, van, ahol süt a nap, sokféle időjárásunk van, viszont közlekedésileg meg vagyunk. Ez az egyetlen egy hírünk van. Moziban maszk és másfél méteres távolsággal lehet majd beülni, hát, kérdezi valaki. Azt hittem, hogy a maszkot játsszák. Hát az is lehet. Hát igen, régi klasszikusokat. Ez is lehet egyébként. Igen, ez egy jó kérdés, nem tudom, ezt még szerintem nem adták ki rendeletbe, vagy kiadták. Bár nem, hát a 500 fő alatt már lehet rendezvényt rendezni, akkor az 500 fő alatt már simán beülhetsz. Nem? Uh-huh. Tehát, hogyha azt is visszaállították, akkor azért szerintem ott se kell már semmi. És egymás mellé is ülhettek. Hát családilag, na jó, de a másik család már egy szék kihagyása. Én nem ragaszkodom hozzá. Sőt. Tehát családilag ültök egymás mellé, de mindenki, de utána egy széket kihagynak. Ja. De azt meg kell venned. Szigetek lesznek. Jézus, mi történik az eltér reggelében? Ne, jogáznak. Joga óra van. Csak úgy hirtelen az ember oda nézi, mind a két kereskedelmi csatornát figyeljük, és teljesen szürreális dolgok történnek néha a reggeli műsorokban. Most éppen jogáznak. Hogy állunk? 66-55-re megyünk? Igen. Nagy a baj. Nagy. Na, hát nem nekünk végre. Uh-huh. Ugye volt egy szakasz a februárnak, azt hiszem, amikor hátul kullogtunk, na de hát az a múlt, nem arról kell beszélni, hanem a jelenről. Ez jó, a hét vagyunk. Volt az, amikor az összes építkezésen dolgozott végigvertük. Igen. Ugye? Bármilyen szaki jött. Bárki, de ugyanarról az építkezés. Gábor, aztán jött Péter, aztán Péter a kollégája, jött Bence. Igen. Tehát, hogy mindenki próbálkozott. A teljes brigádot kipipáltuk már. Igen. Ugye, amikor eleresztettük a dolgot, amikor eljött ez a pillanat, hogy nem ragaszkodtunk már görcsösen a győzelemhez, akkor kezdtünk el nyerni, ezt észrevettétek? Tehát ahogy elengeded, akkor jó igen, leszel. Igen, aha, akkor jön meg a teljesítmény, mert a melót belefetszoltuk, érted? Mi itt voltunk, játszottunk, gyűjtöttük a tapasztalatot, de amíg görcsösen akarsz valamit, addig nem megy. Amikor így elereszted, és azt mondod, hogy jön aminek jönnie kell, már jön is az eredménytesség. Jó. Szerintem ne panaszkodjunk az időjárásra, és rögtünk is utána. Ja, hogy nem mondjuk azt, és akkor igen, már... Igen, mert ahogy rágörcsölsz, akkor nem tudod elengedni, igen, akkor azonnal bajra. Feszülsz rettenetesen, és úgy nem fog menni. Lazzán. Ja. Hát nem, azért megfeszülve nem vagyunk. Hát azért az ott csuklóba hozzuk ezeket a győzelmeket. Na, azért már mondom, de azóta, amióta eleresztettük, amikor, ja, amikor már nem foglalkoztunk vele. Ja, amikor kicsit izgultunk, akkor leakadtunk. Ebben lehet valami egyébként. De most már lazán. Igen. Ezen a héten volt az erdélyi srác is, aki kint dolgozik Németországban. Igen. Ugye? Budapesti rádióban telefonált a medvés ember. Ő volt szerintem, ő volt a tegnapi játékos. A motoros, igen, medvés. Ő volt Szabolcs, a motoros medvés, akinek szintén ígértünk még játékot, és ő volt az, aki megkergették a medvék. Igen. Többször is. Többször is. Igen. Ketten motoroztak, ketten egy motoron. Szóri. A harmadik srác leesett. Valaki leesett meg egyszer. Biciklizett talán, vagy sétált, és ott is két lábra állt a medve. Tehát volt. Ez egy izgalmas élet lehet, nem? Hát ki akar magának ilyen izgalmas életet? Hát Erdélyben az egy megszokott dolog. Így. Egyébként, hogy hát padozol, vagy motorozol, igen, vagy biciklizel. A másik meg a medvét eltakarító hatalmas nagy medveűző kutyák, amik szintén ugyanolyan veszélyesek.
nem véletlenül járnak Gásprével meg Bunkos Bottal, mert vannak ezek a hatalmas nagy ilyen farkasnál is nagyobb méretű kutyák. És ugye azok meg az arra vannak, hogy elijesszék, meg elküldjék a medvét. De azok ugyanúgy, ha biciklizel, ha motorozol, azok jönnek rád. Na miért nem tudják megkülönböztetni egymástól a biciklizel embert? Nem. Az legalább ugyanolyan veszélyes, mint a medve, hogy le is kap a motorról. Tehát, hogy nagy darabok ezek. Jönnek ám. Igen? Persze. Kicsit nem figyelsz, oda ott van a torkodon. Ott van. Medvelő. Bocsánat, azt hittem, nem tudom, ilyen, nem kaukázus, ilyen, ilyen brutális nagy, nem ilyen Bernie Pastor jellegű kaukázus, de ilyen hatalmas nagy kutyák. És akkor ott úgy megérkeznek átúron. Ó. Mikor ott bringázgatsz, úgyhogy azért az drovatosan kell. Ez egy ilyen tekerés elősegítő. Aha, ez igen. Ez a székely módszer. Ezért olyan jók a székely bringások. Akarsz indulni a túron? Bodri! Bodri. És Bodri üld az egyetik. Na megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel, jó? Az hét utolsó játékosa már itt is van velünk. Na most vigyázz a szádra! Jön a fekete, fehér, igen, nem! Halló, jó reggelt! Jó reggel, sziasztok! Szia! Hello. Csak pasik észrevettétek egész héten? Nincsenek nagyon csajátékosok. A fekete, fehér, igen, nemet általában pasik játszák. 10-ből 8-szor. Erre ilyenkor a nők még kenik a gyerekeknek a reggelit. Csinálják a vajos kenyeret, nem érnek rá játszani. De persze, hát. Mennek iskolába. Mennek iskolába. Józsikám, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, mivel foglalkozom? Budapest, hát én futár vagyok. Futár vagy, nagyon jó. Kivel játszanál? Ferenccel. Nagyszerű választás. Ki? Ja, én. Ferenc, még nem is talán nem is játszott a héten. Ezen a héten nem. Ezen. Hát ezt a hetet a váladon vitted. Az túlzás. Miért? Hát 4-3-at játszottam együtt, Jani, és most egyet te. Jó, jó, jó játékos vagy, Józsi? Hát nem tudom, szoktam játszani, de ilyen vegyes. De kivel egyébként? Otthon vagy? Hát barátokkal, otthon, mert úgy általában. Csak úgy játszogattok? Tehát meg próbálom a tiltott szavakat nem kimondani. Az fontos, ha ezt játszott, hogy így játsz, az jó. Ez a játék lényeg. Ez jó, ez abszolút jó, Józsi. Hát, amikor hallgatom, akkor úgy, ha beszélgetek, akkor próbálom nem kimondani. Aha, aha. Ja, szoktál úgy párhuzamosan játszani, hogy mintha téged kérdezni az éppen aktuális játékos? Aha. Igen, igen. Jó vagy, jó. Nagyon jó. De módszer. Valamikor én is vedőlök itt a gyors reagálásra. Na jó, hát akkor nézzük meg, hogy hogy megy, jó? Figyelj ide. Jó. Egy percet kell kihúznod, és akkor megvan az ajándékcsomag, jó? Na, azt mondja, hogy Jani. 3, 2, 1, fire! Te is építőiparban? Józsi, mint a heti játékosok? Majdnem. Ha nem? Nem? Mit csinál? Hát akkor meg is vagyunk, na, csak én vagyunk. Nem. Ha nem. Jó, ez jó. Nem jó, volt jó, rossz. Jó, jó. Nagyon gyors voltam. Jó. Aj, de jó. Egyszer úsztad magad a csőbe. Hát, ott támogadnak egy jobbost. Hát lehet mondani. Igen, hát. Igen. Hallottad, hogy ki mondtad, Józsi? Micsodát? Ja, mert te azt hitted, hogy a Feri mondta ki. Nem, te Józsi, te voltál. Igen, te adtál magadnak egy balost. Egy... Uha, Józsi, szerintem baj van a játék értelmezésével. Igen, jó, oké, hát akkor... Ez a legjobb, mert te kimondtad, és aztán azt hitted, hogy a Feri mondta ki. És aztán elkezdted elkézni a Feri. Igen, hallottam, hogy nagyon örülsz, mondom, miért vagy ilyen boldog, ha kimondtad? És mondtad is, hogy adtál magadnak egy jobbast, mondom, te most magázodsz magaddal, vagy magadhoz beszélsz, vagy a Ferihez beszélsz. Jó, oké, igen, kimondtam. Ja, behúzott a csőbe rendesen. Hát, amíg behúzott volna, de igazából csak kérdezett egy dolgot. De nagyon jó, nagyon jó. Képzeld, mi lett volna, ha nem gyakorolsz? Tehát, hogy meddig mentél volna, ha nincs gyakorlás, játék a kollégákkal? Tehát akkor lehet, hogy már azt mondták, hogy ki is itt van velünk a játékos. Szia, Józsi, akkor igen. Akkor bekerülök a te mappádba. Akkor kerülsz egy Balázs mappába, igen. Lassan mindenkinek van mappája. Igen. Nagyon jó. Hát ez gyors volt. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Kitartó munka, a gyakorlás meghozta a gyümölcsét. Meghozta a gyümölcsét, igen. Na, gyakorolj még egy kicsit, és akkor visszajössz hozzánk. Más műsorba beszélni, mint egyedül. Hát az nagyon más, igen. Egyedül az ember azért nem tudja legyőzni magát. Igen, így van. Igen. Józsikám, ez... Na, köszönöm szépen a lehetőséget. Ciao, ciao, hello. Jó, sziasztok. Szia. Szevasz, Józsi. Az van, gyerekek, hogy engem ez még mindig szórakoztat. Én azért szeretem össze a játékot, mert egy mindig kicsit vannak benne meglepetések. Mindig más karakterek vannak, mindig máshogy köszönnek be, mindig sokszor ugyanaz a játék vége, de hogy közben meg nagyon szórakoztató, hát ugyanaz a játék vége. Tehát tudjuk, hogy a játék nagy része hova fut ki. Vagy ki fogják mondani, vagy mi.
Ha már kiúzzák az egy percet, az tök jó. De nagyjából tök jó karakterek jönnek, és 5-10 másodperc után mindig megismersz egy életutat, egy történetet. Hát nagyon belemegyünk a játékba, és aztán nagyon, nagyon gyorsan csak kimondják. Csak egy apropó, hogy közelebb kerüljenek hozzák a játékosok. Igen, ez egy ilyen... Emberileg. Emberileg, abszolút. De én ezt szeretem, szóval, hogy ezt így valahogy én ezt bírom, nem tudom megunni, hogy... Mondjuk műsoridő kitöltésre nem jó ez a játék, ugye, mert 10 másodperc alatt vége. Igen. Nem lehet rá hosszan bazírozni, tehát hogy nem az a játék, amire úgy gondolod, hogy igen, ez egy 8-10 perces játék lesz. De nem baj. Nem lehetne előválogatni, hogy kiszűrjétek ezeket a 2,5 másodperces játékokat. Anna hosszan beszélget velük. Így van. De nem van. Tud mindenkivel játszani, meg előjátszani, meg hát az más, amikor az ember nem éles helyzetben van. Ötször annyi időt fetszöl bele Anna, mint maga a játék. Józsival beszélgetett egy 8 percet. Hát Józsival fölmérte, honnan telefonálsz, mit csinálsz, hogy megy a játék. Hát egy csomó. Egy csomó válogatás van itt. Láthatok, hogy milyen szövegek jönnek be, milyen dumákkal kandidálnak itt azért a játékosok, hogy bekerüljenek. Hát írásban kéne játszani a játékot. Hát. Azok nagyon jók, az SMS-ek, a jelentkező SMS-ek. Igen, figyeljetek, hát aki viszont azt írja, hogy nem lehetne más játékosokat, jelentkezzél te is, próbáld meg. Szóval, hogyha még nem jelentkeztél és nem kapták ki, mi mindenkit fölhívunk. Aki sokszor jelentkezik, aki egyszer jelentkezik, próbálunk. Lányok is jelentkezhetnek ugyanúgy, hát ez nem. Tényleg egyébként lányok nagyon ritkán vannak. Na, fekete fejligenemet inkább a pasik érzik magukénak. Nem tudom, nem hisznek magukba talán. Vagy azt gondolják, hogy nem tudnak nyerni. Nem tudom. Hát mivel ők nem érzik maguknak, akkor lehet, hogy ők nyernének. Mert ők, akik maguknak érzik, nem tudnak nyerni. Ez kéne, amit te mondasz, hogy ők is engedjék el. Így van, engedjétek el lazán, nyugiban, nem kell rá görcsön. Dumcsizunk, beszélgettünk. Ennek az eredmény. Egész héten pancserek. Anna, ezeket direkt válogatjátok, ne bántsátok őket. Sértett a következő címre a felajánlkozó hölgyhöz. Ugye héten témánk volt a felajánlkozó futárok, ezzel foglalkoztunk. Igen, mert hogy ugye Andit hívtuk még talán. Odaig nem jutottunk el, hogy ezt megkérdezzük Józsitól. Igen, hogy volt-e már, ilyen? Pedig ezt meg lehetett volna játéből kérdezni, de hát nem tudtuk. Igen. Igen. Józsi elsüllyedt, mint Audi az alagútban. Igen, ez a bizonyos kecskeméti aluljáró, igen. Na jól van, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Jól van, friss közlekedés, küldjetek el nekünk. 7 perc, vagy 7 óra, jövünk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Hét óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Abony után Pest felé van baleset az M4-esen, óriási a torlódás, aki teheti, Cegléd felé kerüljön. Márti és Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, ez már jó irány meghatározás, nagyon fontos. Ez nagyon pontos volt, igen. Egyszerűen zseniális ez a számok klipjével együtt kaptuk SMS-ben. Tud ez a Weekend fiú. Nagyon tud ez a Weekend. Így hívják, Weekend, ez a weekend. Hétvége. Ez a Weekend fiú nagyon tud egyébként. De tényleg jó hangulata van ennek a számnak. Na, mi újság? Tudtam. Na, várjál, mert ez dúzogónak tűnik. Nem, ez nem az. Ez nem az. Nem. Zabokat hasonlít össze. Gyerekek, ez zabokat. Tényszerű egyébként. Úgy sokszor beszéltünk már arról adásban is, hogy vannak bizonyos termékek, amiket nem mindegy, hogy hol vásárolsz meg. Ausztriába, vagy Magyarországon. Na, tipikusan az. Van egy kedvenc zappelyhem, ilyen natur zappelyhem, amin én észrevettem, hogy így nem ugyanaz a minőség, mint amilyen régen volt, miközben a csomagolás nem változott semmit. És hát ennek a zappelynek van ugye egy német változata, meg egy magyar változat munkatársa is, és a kettőt most összehasonlítottuk, mert hogy van egy német gyártású is, meg egy magyar is itt bent a stúdióban, és én csak azt láttam, hogy két, mint egy kis mókus, két különböző zacskóba az orrát bedugva figyeli a különbséget, és nézi. Bele-bele kóstol. Ott ugye a németet én pont azért vettem, vagy ezt a típusú zappét pont azért vettem, mert ilyen nagyon-nagyon finomra szépen így el van dolgozva, és marha jól szívja fel a nedvességet, szinte magába is meg lehet enni. És ezért kezdtem el vásárolni, de a magyar marhára nem. Hát ez nem ugyanaz. Csak, igen, mert mennyiben? Hát itt van például, ez 200 éves, látod, oda van írva. Ja, tényleg, na, igen. Péter Kón, ez meg itt nincsen. Az meg nem annyira. Ennek barna az oldala, annak... Aha. Oké, vizsgáljuk meg ez kicsit tényszerűbben. Tehát van ez az Appehely gyár. Igen. Valahol Ausztriában vagy Németországban. Csomagolják az árut. Balra megy a jó minőségi Ausztriába, Nyugat-Európába.
jobbra meg a selejtez zab, ami jön mondjuk Kelet-Európában? Uh-huh. Tehát vagy van többfajta üzem, és a selejtet dolgozzák föl abban az üzemben, amit küldenek aztán nekünk. Ez bebizonyosodott már egyébként a különböző mogyorókrémes cégeknél, kávész cégeknél sokszor, mosóporos, mosószeres cégeknél. Tehát azért ezt már sokan sokféleképpen vizsgálták, és egy csomószor bebizonyosodott, igen, uh-huh. tényleg van, amikor mi itt Kelet-Európában silányabb minőséget kapunk. Miközben tehát ezt én adom. Miközben a gyártó egyébként a címke alapján egy az egybe ugyanaz. Na hát, de oké, de hát egy gyártó gyárthat többfélét, lefordítottam neked, a magyarra az van írva, hogy finom szemű, na, ő XXX zapehely, a másodikon pedig blütenzárte van, én ezt beírtam. Blütenzárte, ja. Blütenzárte, ja. Tudod, mit jelent? Sokkal jobb. Nem, virágfák. Az egy virágfák zapehely a fordító szerint. A blütenzárte virágfák. De hülye vagyok tényleg. Látod? De na, ez a baj. Két zab nem egyforma? Hát persze. Nem egyforma. Ilyen minőségű, olyan kis szemű, nagy szemű, jobban őrölt, kevésbé őrölt. Igen, 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 de közben a csomagolás egy az egybe ugyanaz. Tehát, mert ez a színe neki a felületesen vásárolsz. Velem is elő szokott fordulni, hogy egy olyan csemegébe vásárolok, ahol az eredeti németet lehet megkapni, de most nem így alakult. És nem érvét. Szóval egyértelműen érződik, hogy nem ugyanarról a sztoriról van szó. Igen, hát akkor viszont akkor olyan helyen kell vásárolni, ahol a németet tudod megvenni. Azért ez valahol nagyon szomorú, engem az annyira bánt, hogy tudják, hogy erre a piacra készül, és egyébként akkor ide jó lesz az nektek is, nem? Kaptuk ezt már meg tényleg annyiféle termékben. Szóval, hogy azért ez ízre van különbség? Igen. Sokkal ízre is van különbség. Sokkal az áll, igen. Állagra? A blütezárt? Hiszen virágfák, hát érted. Ha, jó, hát érted. Na, a virágfák. Na, így van. Azért ez valahol azért ez nem jó, nem? Hogy megkapod ugyanazért az árért valószínűleg a rosszabb minőséget. És belenézel és látod egyébként a már állagra és már látványra is egyébként, a vizuálisan is észleled a különbséget a kettő közt. Tehát az ízről meg ne is beszéljünk, mert az már. Na jó van. Na mindegy. Figyeljétek, ez csak egy ilyen tényfeltáró, ilyen kis teszt a lehetőség mindennek alapon. Történő kis megszólalás volt, négy és ennyi, hogy zsörtölöttem, mert ez nem zsörtölődés. Nem, azt láttam, hogy orral befelé az abos zacskóba, ezért szimatolsz, mint egy kis egérke, és nézed a minőséget. És az egész igazából tényleg csak arról szólt, hogy felbontassam Balázs az apelhét, és azt is megessem. Nincs ele baj. Azért vásárolok ebben az áruházban, mert itt kapni rózsapatront a gyereknek a pisztolyába. Rózsapatront. De ez Peti, nem tiltották be? Hogy hívják egyébként? De az magyar vagy német? Nem tudom. Hát én mindig ide megyek be, mert itt van 8-as számú rózsapat. Rózenpatrón. Ebbe megyek, és akkor már most ilyen cowboy és lövöldözős időszak van a kis puskájukba, úgyhogy nagyon szeretik, és itt tudok venni rózsapatront. Gyerekkorom foszfor illata, ugye? És ha már veszek rózsapatront, akkor már megveszek egy-két német terméket. De nem tudtam, hogy ez ennyivel jobb. És a rózsapatron nem járok... is német? A rózsapatron is német. Mit minden német ebben az áruházban? Az a jó. Én is azért szeretek oda járni. Mi? És akkor kis magyar cetlivel rajta van. Megveszem a rózsapatron a gyereknek, meg visszafelé még egy zabot fölkaptam. De egy-egy nyugodtan. Ja, köszönöm szépen. Évekig nem vettem volna észre a különbséget, ha nem mondod. Most már nem fogom menni a te silány minőségű magyar zabodat, persze. De te ehetsz a kiváló minőségű német zabomból, gondolom. Minőségi drága zabból. Tudod, mi lenne az érdekes? Az ára. Nem tudom elgondolni, hogy mennyire vettem, mert vettem mást is. De hogy ugyanaz. Ugyanaz. Az ugyanaz. Tehát ugyanazért kapunk rosszabbat. Ez jó deal nekünk azért. De tudod, mit megnézem? Megnézem, összehasonlítom a kettőnek az árát. Csak az a baj, hogy ugye nem mindegy, hogy melyik hiperben vásárolod meg. Szerintem az sem. A magyar kiszerelés sem. De akkor tényleg ezekben a gyárakban legyen szó krémről, fogkrémről, üdítőről. Van egy kelet-európai szekció? Igen, vagy teljesen igen. Külön a gyártósot fölállítanak. Vagy van egy másik gyártósor, azt mondja, rozsdás, hogy Románia, nyekergő, Bulgária, Magyarország, ti ezt az abot eszitek. Kicsit lepusztult gépeken. Németország, Franciaország, Finnország, nem tudom, ti mocskos imperialisták, szemétkapitalisták, ti eztek a jobbat, nektek így gyártunk. Vagy két üzem van? És tényleg egy ilyen csapágyas, olajos rezgőgépen megy a magyar zab, meg a romániai zab. Figyel, beleesik minden. És egy hiper high-tech üzletbe, ott meg csinálják a német zabot. Szokták mondani, hogy mindig a helyi igényekhez igazítják a receptúrákat, de most mondjuk ez így az apely esetében azért, na, hát jobban szeretik a magyarok a rágósabbat. Hát meg olcsóban kijössz gyártásban. Igen. De ugyanakkor meg ugyanaz a csomagolás, ugyanaz a márka világ minden pontján ugyanazt a minőséget kellene nyújtaniuk. Voltak már ilyen összehasonlító tesztek, és akkor ott szerintem ott egy kicsit, na, belenyúlhattak ott a dolgokba, mert hogy azt hozták ki, hogy ha, semmi különbség nincsen. De nagyon sok termékről bebizonyosodott, hogy van már, persze, különbség. Hogy más az állaga, hogy más az íze, hogy illatosabb mosószerek öblítőknél is kilőtt. Tovább tart. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg az van, hogy
valószínűleg ide a ugyanazért az árért a silányabb minőséget öntik. Azért ez, hát azért a ez fáj. Igényekhez. De nem jelenti azt, hogy rosszabb zabot akarsz enni. Vagy nem, adják olcsóban. Nem, hát vagy ráadásul ezért veszem a drágábbat, hogy jobb minőségű tegyek. Vagy mondják azt, hogy oké, rendben van, akkor tudd, hogy itt van a jó, ami nem tudom mennyi mogyorókrémet tartalmaz, ennyi, de ott van mellette. És akkor te tudod, oda nyúlsz majd, amit a pénztárcát megenged. De legalább tud, nem? A mogyorókrémeseknél konkrétan tudom, hogy ők tényleg a helyi ízléseknek megfelelően alakították a receptúrákat, mert vannak olyan országok, ahol jobban szeretik, hogyha kicsit kakaósabb, vannak, ahol meg a mogyorót szeretik jobban, tehát ott az arányok változnak. Én itt végigettem annak, most már nem eszem őket a pálmaolaj miatt, én nem eszem az ő termékeiket a pálmaolaj miatt, de hogy én végigettem gyakorlatilag az egész világot mindenhonnan. Érezted a különbséget? Teljesen egyértelműen. Állítólag a kólára is azt mondják, hogy azt is országhoz igazítják, és akkor annyi benne a szénsav. Ez egy jó, tudod, egy jó ideológia. Olyan országhoz csak nektek csinálom. Nem szeretitek annyira a mogyorókrémet. Ti szeretitek a pálmaolajat, meg az ízesítőt, meg az ízfokozót, meg a nem tudom. Nem, hát azt lekutattuk ti magyarok. Na, sose szerettétek a mogyorókrémet. De hát azért veszük, ne butáskodjatok. Tudod, hogy a pálmaolaj kell bele. Ti szeretitek a pálmaolajat. Igen. De az sem baj, ha nem fertőzött. Zab. Na. Hát higgyétek el, lekutattuk ti, nem szeretitek a jó minőségű zabot, és szeretitek a sokkal rosszabb. Jó, sokat kell rá. Öblítő. Nem szeretitek, ha illatos a ruhát. Ne vicceljetek, ne butáskodjatok ti magyarok. Hát lekutattuk. Ti azt szeretitek, ha egy fél óra után elmegy az illata. Patyol a tisztaság. Ugyan már, ne butáskodjatok, de hogy szeretitek. Szeretitek, hogy egy kicsit azért nem annyira fehér, mint amennyire fehér volt, mert nektek az így jobban megjön. Igen, és az is bebizonyosodott, hogy ti ugyanazért az árért szerettek kisebbet kapni. Nem szeretitek a nagy adagokat. De hogy szeretitek ti a nagy adagokat, ti kelet-európaiak. Még elhisztok a végén. Ti szeretek sokszor többet venni kisat. Ti szeretitek ugyanazt az árért megkapni fél liter öblítőt. De hogy nem szeretitek, ha van benne magyar, de azért annyira legyen már benne. Ne. 350 milliliter öblítőt szerettek kapni, persze. A gyártósor ugyanaz, aztán az alapanyag más. Tehát, hogy ő felvásárolja a rosszabb minőségű zabot, és a gyártósorom ugyanaz leteríti jobbra, így van, felvásárolja a jobb minőségű, nem tudom milyen zabot, azt megteríti. Tehát a gyártósor aztán ugyanaz. Mi odahordjuk nekik a sajátunkat? Tehát ez úgy megy, mint régen a malomba, hogy akkor mindenki vitte a búzát, megőrölt, és akkor a igényeknek megfelelően, tehát a malom ugyanaz, csak más volt a búza. Tehát, hogy ez a magyar zab? Igen. A magyar zab. Magyar zab, magyar embernek. Na de azt képzeld el, ha bebizonyosodik, hogy drágább. Na az az igaz áron. Azt nem tudod megint, hogy nem szeretitek, nem. Olcsóbb. Magasabb az áfátok, vagy ezt fogják akkor mondani. Jobban magasabb az áfátok. Jobban megbecsülitek, ha drágább. Tíz abotokból van, a tíz szájatok íze szerint, és drágában is egy kicsit, mert ti ami drágább, azt jobban megbecsülitek. Igen, fehér, nem szeretitek a fehér a ruha. Te ugyan már, lekutatszik, te hogy szeretitek a fehér. Kifejezetten szeretitek, hogy a fehér politőkön kicsit sárga a hónapok aljánál két hordás után. Na, biztos, hogy nektek ez így jobban fekszik, szeretitek. Igen, szóval azért ez tényleg érdekes. A gyártósor tényleg ugyanaz igazatokon, az alapanyag másodosztályú, amivel készül. Igen, csak egyébként. Ne legyen már másodosztályú. Nincsen másik gyár, higgyétek el, csak összesöprik a szalag mellett. ami leesett hétköznap. Ami leesett, az egy kis mogyoró, az megy a mogyoróba, egy pici kóla kifröccsent, oda tartják a palackot, az bele, az jön akkor. Jó lesz az ezek meg. Öblítő aján van valami a gép, tudod, ötkor lezárják a gépet. Magyar műszak. És jönnek a parti sosok, hogy... De tehát ki ne találkozott volna már ezzel, hogy tényleg jobb az illata, vagy jobb a minősége? Egyértelmű. Nem? Teljesen egyértelmű. Hát óriási különbség van. Tényleg a krémes cégnek a francia, meg az olasz, meg a német között, meg a lengyel között óriási különbségek vannak. Csokoládéban is teszteltünk egyszer, emlékeztek, abban is lehetett érezni. Teljesen egyértelmű, kiderült. Igen. Amerikában külön kultusza van az import kólának, ami rendes cukorral van készítve, mint a magyar, ellentétben az eredeti amerikaival, ami kukoricaszirup. Aha. Igen. Tehát ott felértékelődik a mi kis kólánk. Ez a biznisz, akkor vigyünk ki kólát az amcsiknak. Igen. Na mindegy, jó van, hát akkor nézd meg az árat, és akkor perelünk. Ja? Igen, neki megyünk az abosoknak. Igen. Nézzük meg. Az Európai Unió országainak szakminisztérje már elismerik, hogy létezik az élelmiszerek kettős minőségének problémája. Na végre. Tehát, hogy ez már van. Megismertették annak az összehasonlító vizsgálatnak az eredményét, amely ebben a témában az általa végzett tárca készített. Ausztria, Csehország, Magyarország, Németország, Szlovákia, uniós országokban a vizsgálat megerősítette, hogy más az azonos márkájú és csomagolású élelmiszerek minősége nyugaton és keleten. És ez tökre rendben van, kedves bizottság, csak érted?
A visegrádi csoport országai már korábban felhívták EU az Európai Bizottság figyelmét, a véleményekhez diszkriminációnak minősítették, elfogadhatatlan, hogy a vásárló az egyik országban rosszabb minőségű árut kapja, mint a másikban, miközben a termékek csomagolása egyforma. Egyértelmű. Hát itt a magyarázatot ez abodra. Uh-huh. Látod? És ez azért is rossz, mert például, hogyha mondjuk Lengyelországból indulunk ki, tehát hogy ugye nem az anyaországban készül a termék, hanem mondjuk Lengyelországban gyártják, és a lengyel termék nem olyan jó minőségű, mint amit az anyaországban készítenek, az azért nem jó, mert előbb-utóbb az emberek ugye az eredeti minőséget fogják választani, azt, ami Németországban készült. Ezáltal bebuktatják a lengyel gyárat. Bebuktatják a lengyel gyárat, pontosan. Hát vagy arra kényszerítik, munka... hogy csináljon ő is jót esetleg. Nem? Hát éppenséggel az is előfordulhat. Hát, de én például a lengyelt nem is vettem meg abból a termékből soha. Tényleg csak akkor, hogy még sütibe kellett. És inkább a németet vettem, vagy az osztrákot. Cimborán Bécsbe hozott mogyorókrémet, 1 kg 4 euró, itthon 600 grammos 1700 forint. És az íze köszönő viszonyban nincs. Nem tudod? Tehát ez ugye te is sokáig kutattad, igen. Igen, igen. Igen, ez egy nagyon egy komoly tudományos munka volt. Törökországban a kóla és a Fanta cukrosabb és édesebb. Oké, de az más, mert ott mondjuk az tényleg a helyi ízekre szabják, igen. Kelet-Európa B-minőséget kap olcsóbban, mint ahogy például az Audi B-minőségi motorja és a Volkswagenbe kerülnek, olcsóban is kapják meg, csak azért ugyanannyi vagy drágább, mert Magyarországon 25% az áfa, itt Németben meg 19%. Én egy élelmiszeripari cégnél vagyok, az fontos tudni, hogy országonként más előírásoknak kell megfelelni az összetétel szempontjából. Egy adott adalék valahol lehet letiltott, más helyen pedig hozzáadható. Csak az összeesküvés elméletek miatt mondom. Emiatt lehet az ízbeli eltérés. Aha, akár. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy itt engedik azt az ízfokozót, vagy azt az adalékanyagot külföldön. Lehet, és akkor ott kénytelenek más beletenni, igen. Igen. 1993 óta foglalkozom autókkal, a nyugati piacra gyártott autók sokkal jobban felszereltebbek és olcsóbbak, mint a keleti szegmensbe készülők, sőt, gyártanak kimondottan keleti piacra lebutított autókat, amiket ugyanolyan vagy még drágábban kerülnek forgalomba, ez isti küldtenek. Uh-huh. Jó reggelt, ugye 1993 óta foglalkozom autókkal, szerintem is jobban német Zapej. Egy igazi hozzáértő. Ausztriában a pixelámi is olcsóbb. De ez nem az áfa különbség miatt? Hát de az. Mondjuk attól függ mennyivel, mert ugye az áfa különbség az 8%. Na de ez legalább ugyanaz. Tehát ott elképzelhetetlenek tartom, hogy a magyar piacra gyengébb minőségű pixelámi kerüljön, mint mondjuk a nyugati. Nem, az tök ugyanaz. Abba biztos vagyok. Igen. Bari, nem csak a rendes cukor miatt jobb a kóla, hanem konkrétan a nát cukor miatt, ezért a mexikóit is istenítik az amerikaiak egyébként. Mennyi kóla szakértőnk van, nem? Az európai kólában szabad egyházi kukorica szirup van. Aha, és azért. Azért egy picit más az íze. Az tény egyébként, hogy a kristálycukor meg az úgynevezett izocukor között más. Van különbség. Ízre. Ez teljesen egyértelmű. Én például nagyon szeretek vásárolni mindenféle ázsiai kólákat, ilyen ízesített kólákat, és ott is érzem a különbséget. De ez irgalmatlan cukros, nem? Nem, csak a zero változatokat veszem, aha. De ott van egy csomó, ott a fahéjas, meg van olyan, ami ilyen, meg van rettenetesen lőve koffeinnel, van ilyen emelt koffein adagú kóla. Ez vietnámi talán, meg ilyesmi. Tehát vannak ilyen helyi... 11 kis... órakor éjszaka, még szkútert hallgatsz a napon. Igen, ja, nem szól a zene. Egy Adidas fejpántba érted szkútert, azért back in the UK bömbölt, ez 11 órakor is kis biciklis nadrágban, magas térdemelésben, lóksz a csillára. Mit csinálsz? Megittam két... Igen, megittam két ázsiai, két vietnámi kólát megittem, de legyen egy vajanika, gyere be aludni. Mindjárt kell Nika jönni. Nagyon baj, nagyon pörög. Igen, ami nekem az extra adag, érted? Azért én egy hétig konkrétan körbesétálnám a Balatont alvás nélkül. Kipróbálni. Hát ez... Lehet. Vietnami barátaimnál lehet kapni ilyeneket. Időről mindig veszek tőlük valami hasonló. Hozzám egy kis kartont, reggelit bedöntjük. Hatkor megnézzük, hogy mi a hatás. A helyi piacra készül egy csomó ilyen. Most például egy ilyen chipset vettem, az várjál, csak azt mondja, hogy vörös körivel volt ízesítve. Olyat se láttam egyébként. Az kifejezetten az indiai piacra készül. Biztos finom. Egyébként meg a köri maga nem, de így chipsben vagy chipsesen. Nem rossz. Nem rossz. Valaki a kolumbiai kólára esőszik, azt mondja, valaki a mexikói, valaki az amerikai, valaki a kolumbiai. Nem tudom, mivel édesítik, vagy mire gondol, hogy a kukoricaszirup, vagy cukor, vagy micsoda, de azt nem tudom. Köszi, Árpi. Igen. Apukám vett Franciaországban egy mosószállító gépet, itthon elromlott, 300 ezer forintos gép volt, a szervizben kérdezték, hogy ez nem a magyar vásárlásból, mert látszik az ajszigetelések vastagságán, a kábeleken, hogy ez nem a magyar piacra készült. Nem akarom elhinni. Na. Hogy egyébként még ebben is. Igen. Tehát, hogy készül egy mosogatógép,
És van egy belőle egy jó, meg van belőle. Látszik, hogy ez magyar készül, készült, mert nincs benne földelés. Igen, zaj szigetelés vastagságban, kábelekben. Igen, mert a panelban úgy is megszoktak már az ugrálós mosógépet. Tehát rosszabbnál, meg rosszabb ide. Igen, mi kapjuk a rosszabbat. Rossz kábelezéssel, rossz hangszigeteléssel, rossz csapágyazással. Te meg rúgdosodott a érted a szemet szemetes mellett, belerúgsz kettőt, hogy miért zörög annyira. Közben kisporolták belőle az zajszigetelést. Mert hogy az jó lesz nektek? Na persze, kevesebbet fektetsz bele, kevesebb alkatrész, olcsóbb az előállítás, ugyanannyira eladod. Sőt, ugye, mint az az előbb olvastuk, még drágább is minden, mint kint. Azért ez mennyire nyomasztó, nem? Hogy van egy ilyen legyintés, hogy tehát nem, tehát végeztük egy közelmi kutatást, és szeretitek a hangos mosogatógépet. Hát tudjuk. Megkérdeztünk 500 ember Moszkva téren. Kellemes érzéseket kelt bennetek. Eszetek jutatja a gyerekkorotokat. Retro. Ti imádjátok a retrót. Hát persze, milyen volt a régi Hajdun mosógép, az is ugrált, na, az is hangos volt. Van. Most a mosogatógéped is olyan lett. Na, hát szeretitek ti ezt, nem? De, lekutattuk. Igen. Levendulás bizonyos márkájú tusfürdőt vásároltam itthon, és Ausztriában nagyon nagy a különbség színben, illatban, mindenben. Egyébként. Gondolom, amilyen jobb. Na, mi kaptuk a színesebbet, illatosabban. Igen, mondjam, nem lehet. Mert osztrákok, érted? Hát ők meg eszik ezt az átlátszót. Mit tudnak a levenduláról? Mit tudnak a levenduláról, érted? Meg a kókusz, kókusz illatról. Na jó van. Ne, ezért ne nézegessél a zabot, mert csak frusztráltak leszünk. De csak éreztem, elkezdtem érezni. Edd meg, ami van. Örülj neki. Örülj neki. Örülj, van mit enni. Egyél jó laktát, el a hasad, nem? Akkor meg ne ugass. Igen, most látod, mi történik ki. Megint frusztráltak lettünk. 7:30 pontosan. Jövünk mindjárt, ha van közlekedés, küldjetek el nekünk. Itt vagyunk a hírek után. Na, Balázsék a Rádió Egyen. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hát jól elhúzták ennek a dalnak a végét. Van egy félperces lecsengetés benne. Nem, akkor csak így nyikorognak. Igen, de azt is kifizetik, tudod, azért szép a jogdíj. És egyébként pedig erre a végére lehet nagyon jól mosós képet készíteni. Mosós képet? Mosós képet, így van. Mosós képet lehet rá készíteni, ahogy érted, megy körbe a mosógép. Aha, igen, és milyeneket várunk jelenleg? Vicces mosós képeket várunk jelenleg. Mosod a kukacradio1.hu, ez a mi kis e-mail címünk, ide kell elküldeni. Fejenként 250 000 forintot ér az első 4 pályamű. 250 000 cash. Azt szerintem menő. És ez már hétfőn adjuk is, nem? Igen. Tehát ez hétfőn játsszuk. Hát azért most még hétvégén mindenki ráér, gyorsan beküldi, hétfő reggel válogatunk a 4 kép, a 4 nyertes kép fejenként 250 000 forintot. Gyönyörű. Jól indul a hét. Tehát valahogy old meg nyert. Viccesen kreatívan, igen, hogy te mosol. Igen. Vagy dobd föl a mosást valamilyen, igen, olyan képpel, ami menj jó. Menj be a dobba, a fotóz kifelé, aha, ilyenek. Egy egyszerűen megvalósítható az projekt. Az egy könnyű kép, igen. Igen. Melós. Most a macskát. Fotóz kifelé, hogy rakod be. Csak egy vicces képet, ami jó, ami hangulatos, párral, baráttal, barátnővel, bármi. Vidám. Ami szexi, vidám, bármi. Ezt föltöltöm valahova. Mosod a kukacradio1.hu. És a 4 nyertes kap fejenként 250 000 forintot. 250 000, ú, de jó hangulat. Egy fotóért? Egy fotóért. Egy fotóért. Hát ezt nagyon olcsón mérjük. Már hogy úgy értem, hogy jó. Könnyű pénz, uh-huh, nem? Néhány fékcsikos alsóért. Te! Jó, hétfőn sorsolunk óránként egy nyertest. Aha. Szia, Jocó, csináltál egy képet, tessék 250 000 forint. Körülbelül ennyi. Ennyi. Hát megnézzük a képet, nevetünk rajta egy nagyot, hogy jó nevetünk. Jó dolog a hallgatóknak lenni. Hát ez nagyon... Semmi, ennyi egy kép? De ennyi. De úgy szerintem, hogy értetlenkedsz. Hát benevezem a barátaimon. És megnyerem az 1 000 000 forintot. Jó, mert tőlük viszont elveszed a lóvét, mi? Jó, akkor csináljátok meg hétvégén ezeket a képeket. Hát nálunk az egy gyerekek legendásan nehéz játékok szoktak lenni. De ez most egy különösen nehéz. Gratulálok! Hát ez most egy nagyon nehéz. De barátaid is annyira értenek a mosáshoz, mint te? És még a fotózáshoz is. Gyerekek, már küldik a képeket. Hello, hello! Ne lapozzál tovább! Már küldik a képeket. Mutasd a... Mit akarsz megnézni? Ja. Hülye. Az én szememmel, hát már olyan messziről. Hát mondom, nézd meg, milyen jó kis csaj állott 10 évben cicibe. Az kiderült, hogy ez egy hapsi. Azért van, mert új szemüvegem van. És nem ahogy tellek az évek észre, egyre jobban rárepülsz erre már mindegy. A problémára. Ugye egyébként már most nagyon jók jönnek. Jézus, atya úristen, valaki fogott egy zárt gőzkabint, vagy egy ilyen tusolót, ez a zárt, ez a kabin. Telepakolta feléig szennyessel, és ráült a tetejére, és mondta, hogy help bubbles. És tele van mosatlannal.
és valahol itt így fenntartja. Még jó nagy ez a zuhanyra. Hello, 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 mi bű van akkor a kabin ott, aztán kérem. Vagy emberünk kicsi. Mi bű van ez, és felrakott egy ilyen papírt, hogy helbábül. Na jó, szóval, hogy küldjetek, nagyon szellemesek. Valaki szennyes ruhából rakta ki a Rádió egyet, és befeküdt az egyesnek. Jó, ő befeküdt az egyesnek mellé. Profi. Tehát, hogy jókat küldnek. Valaki kádba ültette a gyereket, telerakta szennyessel. Van, aki a vasalódeszkás tanárt utánozza, felfeküdt a vasalódeszkára, alatta tele van a szennyessel minden a szobában. Fekszik a vasalódeszkán, szemüvegben, úszósapkában. Szóval nagyon, nagyon jók vannak. Van, aki a telegetést örökítette meg. Úgyhogy már most jönnek a bájaművek. Na, de még itt a hétvége, úgyhogy van időtök megcsinálni hétfő reggelig. 250 000 forint. Nagyon jó. Azért az nagyon szép, igen. Most történt egy baleset az M3-ason, a kivezető után, a Selk útnál nagy a dugó. Ezt Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Illetve az Abonyi hírről van valami? Hogy ott mi van? Tudunk valamit? Jött valaki valamit? Nem? Abonyi után Pest felé, igen, elküldtétek, köszi. Az M4-esen óriási a torlódás, aki teheti Ceglét fele kerüljön. Márti és Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. Ha már, igen, nem, ennyi. Ha már említetted a vasalódeszkás képet, Budaörsi. Megvan a Budaörsi bizonyítványosztás? Budaörsi bizonyítványosztás, mi történt? A vasalódeszkáról osztották. De jó, de ez tök jó. Nagyon tökös. Nagyon a tanárral. Tudjuk, hogy mi van vele? Volt ennek most folytatása? Nem, semmi. Nem? Mert azt olvastam, hogy most a tankerület vezetőért is indítanának petíciót, hogy ne mondjon le. Tehát itt most mindenki petíciót. Így... Mert ő egy rendes ember, és becsületes talpi, ne bántsátok. Nem tudom, hogy igen, hogy ki melyik mellett van, vagy ki melyiket akarja leírni, de hogy most a tankerület vezetőre is gyűjtenek petíciót. Ez olyan, mint mondjuk most mindenhol a világban történik, de elsősorban hogy az amerikai kontinensen szobordöntögetések. És ez, ami az egyik kisebbségnek ugye elképesztő sérelem, és ugye arra emlékeztetőket, hogy nekik mennyire keserves volt a múltjuk, az a másik ember számára, meg a másik kisebbség számára meg egy felemelő pillanat volt. Tehát az amerikai őslakosok azt szeretnék, hogyha eltávolítanák az összes Kolumbusz szobrot az országból, az olasz kisebbség pedig azt szeretné, hogyha megmaradnának. Na, és az egyik ezen az oldalon tüntet, a másik meg azon az oldalon tüntet. Ezt is megérted ezért, azt is megérted azért. És akkor hozzál döntéseket. És most mindenkinek, minden egyes történelmi személyiségnek, egyikben Európában és Angliában is most hatalmas hullámok vannak, mert hogy Nelson admirális a Trafalgar Square-ről is el akarják távolítani Nelson admirális szobrát, mert neki voltak rasszista kijelentései. Na. Volt egy csomó olyan közügyi méltóság, nagyon híres ember, illetve uralkodók is adott esetben, akik a vagyonoknak az egy részét rabszolgakereskedelemből szerezték. De ebből a pénzből aztán kórházakat alapítottak, iskolákat, városokat építettek, csatornáztak, stb. És akkor most le kell bontani a szobrukat. És le egy-kettő le is döntöttek, igen, láttam. Vagy például ugye a déli államokban, ott ugye rengeteg olyan konfederációs tábornok volt, katonatiszt volt, akiket így kvázi istenként tiszteltek a déli államokban annak idején, és meghatározó szerepet játszottak a történelmükben. Most ezeknek mind el kell távolítani a szobrát. Kiderült, hogy a cukornát földön megdolgoztak a rabszolgái. Így van, meg hát ugye a rabszolgatartásért, vagy amellett küzdöttek. És rengeteg ilyen van. Hogy ez egyik oldalon, hát ez ezek ilyen. Az érvek a másik oldalon, azok az érvek, hogy... Na jó, de ilyen száz éves sztorikat. Le mindegyiket. Igen, döntsük le minden szobrot. Döntsük le mindegyiket, igen. Mi nem voltunk rabszolgatartók, annak idején nekünk nem voltak rabszira fűzött népek, akiket leigáztunk és hoztunk magunkkal, mert csak mondom, hogy ott a hősök terület. Na most nem azért mondtam. Ne kezd el, mert valami hülye kimegy. Na mielőtt belevágnánk a 8 órás témánkba, még egy kicsit Trump belefér, egy picit. Persze, egy picit, napi Trump. Napi Trump lehet, de nem úgy napi Trump, hanem hogy heti és éves Trump, csak egy-két szösszenet. Ugyanis újabb könyv jelenik meg Trumpról. És... Hát ugye egy nemzetbiztonsági főtanácsadója írt könyvet a Fehérházban töltött napjairól. Megpróbálták letiltani a könyvet, beperelni, de nem sikerült. Most úgy néz ki egyébként, hogy megjelenik a könyv sokadik próbálkozásra. És ebben a nemzetbiztonsági főtanácsadója elmondja, hogy ő hogy ismerte meg Trumpot, és hogy miket csinál az öreg. Figyeljetek, hát eddig is meg voltunk arról győződve, hogy Trump azért nagyon nagy forma, de innentől kezdve, ha csak ennek a fele igaz. Ha fele igaz, akkor az rettetesen szórakoztató lehet most a Fehérházban dolgozni. És azt írja ő is, hogy nagyon viccesek lennének, ez egy végjátékban lenne, de mivel ez a vérfogyasztó valóság, ez így azért dermesztő, ha valaki az elnök közelében van.
és hogy miket csinál. Például elmesélte azt, hogy nagyon zavarba volt, amikor találkozni kellett a kínai elnökkel, hogy mit mondjon neki, aztán teljesen váratlanul megkérte, hogy támogassák már az újraválasztásban, és hogy minden gazdasági intézkedést segíteni fog csak azért, hogy válasszák újra. Támogatta azt, hogy az újgurokat zárják koncentrációs táborba, és helyeselt a kínai elnöknek. Amennyiben ez igaz, nyilván a fejrász perel, és azt mondja, hogy ez nem történt meg, de tételezzük fel, hogy azért ez a nemzetbiztonsági tanácsadó nem akar egy komoly pert a nyakában. Azt hiszi, hogy 15 éve volt a Tiananmen téri vérengzés, és azt mondja, hogy nagyon régen volt, nem kell azzal foglalkozni, az már egy 15 éves sztori, tehát azt hagyjuk, mondta ezt egyébként a tanácsadóknak, amikor felkészítették a Kínával való találkozásra. Egyszer azt mondta, hogy mennyire cool lenne megszállni Venezuelát. Hogy érzitek, cool. Srácok? Nem indulunk neki Venezuelán? Azt mondja Bolton, hogy majdnem leesett a székről, amikor megkérdezte Trump, hogy Finnország Oroszországhoz tartozik-e, mert hogy ott volt valami kis tévedés, nem teljesen tudtam. Ott Karélia miatt kérdezte valószínűleg már, hogy közel hogy az... van mind a kettő, éjszaka egymás mellett van. Vannak, hát most na. Igen. Azt mondja, hogy mielőtt találkozott volna a 2018-as Buenos Aires-i csúcs találkozón a kínai elnökkel, az egész stábja előtt rettegett, hogy mit fog mondani a kínai vezetőnek, és nagyon... Tehát ez már önmagában a szitu is egyébként iszonyú vicces lehet, egyfelől másfelől pedig állandóan lejzatsz az öreg miatt. Hogy arra készülsz egy ilyen tanácsadóként, hogy mit fog elcseszni a csávó. Mit fog mondani, igen. Mit fog... És akkor a kínai elnök nyilván ezt látta, aláment, és elkezdte nagyon dicsérni a Trumpot, mire Trump ezt azonnal benyelte, és mondta, hogy igen, most azon gondolkozik, hogy milyen jó lenne meggyőzni arról az amerikai embereket, hogy változtassák meg az alkotmányt, hogy ne csak két ciklus tudjon betölteni az elnök, mert ő hisz abban, hogy az amerikaiak ezt szeretnék, hogy tovább legyen elnök. És mire mondta a kínai, hogy egyébként is Amerikában túl sok választást tartanak, tehát hogy nem kell olyan sok, mire Trump nagyon bologatott, hogy így van, ja, így van. A demokráciát tiprom éppen lábbal. nagyon, elképesztő szórakoztató lehet, igen. És hogy folyamatosan ugye azon dolgozott, hogy a kínaiak hogyan segítsék. Aztán ugye az ujgurok helyzete sem zavarta, amit mondtam, hogy ő szívesen abszolút támogatta ebben a kínai elnököt, hogy természetesen ezek a koncentrációs táborok meg kellenek, hogy épüljenek. És azt mondja, hogy teljesen kiszámíthatatlan a csávó. Tehát, hogy hiába próbálják valamiről meggyőzni, ha néha egy-egy beszélgetésen vagy megbeszélésen valami eszébe jut, akkor hiába készítették fel az emberek vagy a szakértők arra, hogy milyen irányba vigye a tárgyalást, teljesen adott módon egyszer csak elsőre. Én meg akarom menni ezt a könyvet, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, igen. Igen. Azt mondta, hogy fogalma nem volt az elnöknek, hogy Nagy-Britannia nukleáris hatalom, de erős fel kellett világosítani, és ezen a beszélgetésen kérdeztem meg, hogy Finnország Oroszországhoz tartozik-e. De figyelj, ahhoz képest a csávó egyébként kiúszta a 4 évet. El. Tehát azért nehéz megbukni amerikai elnökként, nem? Azért, mert hogy közben azért olyan húrokat penget, hogy Amerikában nagyon népszerű. Szeretik a Trumpot, sokan, tényleg. Tehát, hogy azért ez nekünk fura az ő jelensége, de hogy Amerikában értik, szeretik, elfogadják, és ugyan visszaesett a támogatottsága, de azért van ott egy nagy, hogy is mondjam, csak tömeg, aki nagyon szeretik. Okay, csak egy időzített bomba a csávó. Tehát, hogy megvan a kép, amikor megmutatják neki a piros gombot. Ez, igen, ugye? Na, így. Elnök úr! Vagy amikor bemegy egy sajtótájékoztatóra, és nem viszi magával a papírokat. Tudod, amiben összeírták neki. Hát ezt is emlékszünk rá, hogy amikor írta valaki, valamelyik tisztviselő tanácsadó, hogy le kell neki rajzolni a dolgokat, mert nem szeret olvasni. De várjál, és le kell neki sajtótájékoztatóra mit rajzol? Le kell rajzolni. Tehát, hogy nem egyszerűen, de, hogy konkrétan kap egy ilyen kis storyboardot. Rajzban, mert hogy nem szeret olvasni, és hogyha minél több szöveget lát, annál kevésbé van kedve foglalkozni a témával, mert hogyha tele van írva, viszont hogyha kap egy ilyen kis storyboardot, azt szívesen végignézi, mert neki ez egy picit olyan, mint egy képregény. Igen, a szoba, amelyben a dolog történt, egy fehérházi emlékirat. Ez már márciusban jelent volna meg, de nyilván a Trump adminisztráció perrel fenyegetőzött, és aztán ezért így elnapolták. Most aztán, hogy június végére meg tud jelenni a könyv, és hát már most perrel fenyegetik nyilván. Egyszer azt mondta az újságírókról, hogy az összeset, amikor elmondta, hogy azt mondja Bolton, ugye azt állítja, hogy Trump az imádott autokrata vezetőket utánozza, és mondta az újságírókról, hogy az összeset ki kéne végezni egyébként, mert tök nyomasztó, hogy tőle mindig kérdeznek. Hogy úgy válasz, hogy csak ott egy tőle lehet. Elnök úr, sajtótájékoztatóan, ne kérdezzenek már megint.
Igen, igen, és nagyon szimpatizál egyébként Erdogánnal is, és nagyon-nagyon-nagyon sokat kedvez a török elnöknek. Szóval, hogy úgy már nyilván flugosboltonnak hívják, tehát, hogy próbálják megsemmisíteni, nem tudom. Persze, hát Magyarországon megjelenik ez a könyv, de én szeretem az ilyen kulisszatitokat, amikor egy volt ember így kitálal, nem? Igen, és úgy azt gondolom, aztán hogy miért eltűnik. Persze eltűnik, de hogy miért hazudna? Tehát, hogy valószínűleg van igazságtartalma a történet. Hát ha csak nem egy hatalom, ugyanilyen hatalomra vágyó ember, érted, mint Trump, és azt mondja, hogy most akkor ezzel eldurrantok egy csomó patron, nézzétek meg, én mindent tudok, ez is benne van. És értetlen, hogy így beleszürkült így a történelem homályába ifjabb George W. Bush. Ja, hát már régen volt. Igen. Tehát is az a megdöbbentő, hogy még őt is. Jó, de is. Ha megjelenik a könyv, és meg tudjuk szerezni, akkor csinálunk belőle egy Trump rovatot, hogy csak fölütjük a könyvet. Jó, és megnézzük. Minden nap egyet. Minden nap egyet olvasunk belőle. Mondjuk ezt, hogy így szereti a rajzokat, mert nem szereti a hosszú szöveget. Valahol egyébként ezt tökre megértem. Tök nyomasztó hosszú oldalakat elolvasni. Nem fog itt elolvasogat mindenféle vackokat, érted? Hanem kap egy kis izét, kis képregényt, és akkor képzeld, aki rajzolja. És ott eszi a ceruzát, hogy hogy rajzoljam ezt ennek kényes megjegye. Az egészségbiztosítási rendszer átalakítását, hogy az Istenbe rajzolja. Hogy rajzoljak le új gúrokat. Új gúrokat és egy koncentrációs tábort, hogy az Istenbe rajzoljak le. Nem támogatják. Nem, ez nem jó. Ez nem jó. Ezt nem szabadna támogatni. Mit rajzoljak oda, hogy megértse, hogy mondja azt az elnöknek, hogy ezt nem. Koncentrációs tábor átment, csak a nem. Na, jövünk mindjárt a gyerek után. 3 perccel pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 8 óra után 15 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Csak lenne 2 nap, amikor süt a nap összefüggően, és mindenki feltöltekezne, nem? De biztos vagyok. Van ebben az időjárásban valami végtelenül nyomasztó. És nem az eső meg a hideg, hanem hogy egy ilyen állandó álomkorban szenvedsz. Egy ilyen buborékban van a fejed. Uh-huh. Egy hónapja, nem? 2 nap, 30 fok, full napsütés, átmelegednek a szerveid, a lelked, azt minden, és akkor egy kicsit van. Valahogy úgy tudnál töltekezni, de ez a fél homály, ez a borongós, néha esős, néha felhős, kicsit így más, hogy is mondjam, a légnyomás is, ez szerintem ilyen állandó álomkorban jó, tart. Jó, a karantén alatt sütött a nap végig, otthon voltál, élvezted, az csönd legyen. Mivel éltek gyönyörű túl? Idő volt. Mivel éltek túl? Most? Itallal. Mi az? Ipia? Mindig Balázs? Segít. Nem tudom. Na, most például ismeretlen eredetű képfoltok. Régi Balázsokat nézel VHS-ről. Magamat nézem a YouTube-on, az mindig jobb kedved elít. Én kajás videókat nézek, én rövid hát pici videókat az Instán. És ez egészen valami teljesen váratlan. Hogy néha azt mondom, hogy mondj valami váratlant, amiben meglep és felkapom a fejem. De nem. Kajás videó. Nem. Most van egy trend, ez a szétvágom és kiömlik belőle a krém. Aha. Típusú. Most nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, tényleg arról van szó, hogy látod, hogy valamit megcsinálnak, ez gyönyörűen néz ki az egész, pikpak ott van, kész van, és aztán a végén pedig egy kanállal szépen belevájnak, vagy ketté vágják egy késsel, szétnyitják, és én nagyon-nagyon lassan mutatják, hogy így kiömlik belőle. De a csinálási folyamatot is megnézed? Az is meg, igen. Vagy csak a végét, igen, a folyást? Nem, csak az egész. Csak az érdekel, amikor az egészet. És vannak folyik. Benne nagyon jók. Most láttam egy olyat, amiben kis babybel sajtokat, amiknek tudjátok, ilyen kis viaszos burka van, azokat igen, bepaníroznak, és nem zsemlemózsát használnak a panírozáshoz, hanem összetördelt Doritos chipset. Aha. És abban nem is kirántják, hanem fóliába rakják, és berakják egy ilyen sütőgépbe. És abban sütik ki. És szétvágja, és folyik. És aztán megfog 3 ilyen kirántott bébivel, széttépi, és kifolyik közéből. Beteg vagy. És ez miért jó ilyet nézni? Igen, tehát miért nem csinálod milliók meg? Milliók nézik. Milliók nézik ezeket? Milliók nézik. Tényleg? Milliók nézik. Vannak oldalak, van, akik jó. Erre vannak szakosodva, hogy ott van egy gyönyörű torta, és direkt csumára, tehát annyira teletömi, amennyire meg csak lehet csokoládéval, kisüti, és utána pedig ott van az asztal, és belevág egy késsel, és így szétnyitja, és így... És ez egy szexuális élvezetet okoz? Szerintem vagy? Egy picit ez van benne. Nagyon gyorsan elmondtad az igen. Szerintem egy picit igen. Nem is gondolkoztál rajta. A második tehát ez már nem egy felismerés jellegű a dolog volt, hogy tényleg most, hogy mondod, hanem egy teljesen egyértelmű beismerő vallomás. Hogy ez, ebben van egyfajta ilyen szexuális töltet. Nagyon, és nagyon durvákat lehet látni. Én nem tudom képzelni, hogy tudják megenni. Most láttam egy olyan palacsintát, ahol a palacsinta tésztát ugye belerakták egy ilyen kis sékerbe, és beleszórtak kakaóport. Szépen összerázta, aztán pedig, várjál, mi volt ez? Tehát a
hogy hívják a varjú. Nagyon keresik. Nem, szajkó. Szerintem csak a varjú szót keresheted. Biztos, hogy Oreo benne, vagy kekszet, a bőrömbikát. Oreo kekszet összetört, beleszórt a serpenyőbe, a forró serpenyőbe. Erre öntötte rá a kakaóporos palacsintaszószt, kisütötte a kakaós oreós palacsintát. Aztán ebbe megint rakott oreót. Ennek az íg egy a tűzségben semmi. Magyarországon csak egy netto pazarlás. És utána pedig vanília fagyit tett rá, amire megint rakott szószt. És szétvágta? És akkor nézed, hogy szétvágja? És nézem, hogy a kedvemét próbálj már meg egyet megcsinálni ezekből. De ez nettó pazarlás, ennek semmi értelme. Tehát ennek se eleje, se lége. De utána ez megeszi. Szerintem ez azért csinálja, hogy jól nézzen ki a videót. Ez nem eszi meg. A stáb, érted? Szépen lassan. Na most miért kellett szegény stáb belekeverni? Hogy jön ide a stáb? Hogy tudsz? Nem, a stáb konyhája, a stáb konyhája is egyben. Jaj, mindenki megeszi. Szerintem ezt nem eszik meg. Ami elkészül. Ezt olvastam valahol. És itt is biztos, hogy elfogyasztják, biztos, hogy megeszik. Félelmetes dolgokat csinálnak. Csinálj egyet te is. Na csinálj egy meg. Kis videóval, egy, úgy várjuk. Egy ilyet? Aha, egy ilyen folyós sütit, vagy egy rántott sajtot. Az én kis tömpe görcsös, hogy hát... Szexi az. Össze-vissza repegezett ujjaimban. Valakinek az is szexi. Ismerek egyet. Na, az legyen elég. És csak sötétben vonszok hozzá. Na, egy nagyon jó témát találtunk, csak hogy mindenkinek egy picit jobb kedve legyen, mert mindenki megszokhattuk, hogy mindenkiért, mindenért kártérítést követel. Ugye? Hát ez egy ilyen világ, hogy itt most már mindenki perelhet mindenkit, kártérítést kérhetsz, követelhetsz. 50 millió forintos kártérítést követelnek egy brit férfi egy nőtől, akivel randizott, mert hogy a férfi úgy gondolja, hogy a nő gondatlanságból kárt okozott neki, amikor megcsókolta, pedig tudta, hogy aktív herpesz van az ajkán. 50 millió forintos kártérítés. Másnap a férfi köhögni kezdett, egy hétig influenza-szerű tünetektől elszenvedett, a szájában pedig fekélyek jelentek meg. A férfi azt állítja, hogy gyógyíthatatlan fertőzés nem csak testileg, de pszichésen is megviselte, és szakmai karrierjén legalább olyan negatív hatással volt, mint a magánéletére. Szóval, hogy ez volt az első csók, ami eldurrant. 50 millió forintos kártérítés. A kirátott bébivelek után fekélyek a szám. Ugye, hogy mennyivel izgalmasabb ez a történet. De várját, mi volt? Tehát a herpesz látszik, akkor a férfi miért csókolta meg a nőt? Belső, van belső. Belső herpesz? Belső herpesz, amikor nem ide a szád szélére ül ki a kis herpi, ezt hanem valahol belül. Láttam a tiédbe. Ahogy ettél pont beláttam, tudod, hogy az abogyoktat befele, ott volt a kis herpesz. Nem belül volt. Szóval van ilyen, hogy belső herpesz egyébként. És akkor nem veszed észre, nem látom. Ez külső herpesz volt, mert azt mondta a csáva, hogy minden jól alakult az első randi, rögtön elcsattant az első csók, majd aztán még több. A férfi azt mondta, hogy idő után, amikor a csajszínak a sminkje kopni kezdett, a nő elmondta, hogy festékkel takarta el a herpeszt. Na, így már adom az 50-et. Mert ez szemét dolog. Mivel a Palinak soha nem volt herpesz, nem tudta, hogy mi az. Másnap azonban, ugye, ahogy mondtam, már jöttek az influenza-szerű tünetek, és kórházba kellett menni. Herpesz szimplex fertőzéssel diagnosztizáltak, gyógyszert adtak neki, fekélyek jelentek meg a szájában. Pánikrohamot kapott, és kórházba került. Micsoda férfi? Egy herpesztől. Pánikrohamot kapott, és kórházba került. A kórházi kezelést is szeretné visszahozni, és azt mondja, hogy nem tudta elhagyni a lakását, csak amikor orvoshoz ment. Gyógyíthatatlan fertőzés lett, nem tudja kikezelni. Testileg, de pszichésen is megviselte. Na, így már komolyabb azért. Hát egyszer van herpesz, mitől lehet? Hát a gyógyíthatatlan. Mi egy herpesztől? Nem jössz ki belőle, mindig herpeszes. Mindig herpeszes lesz a szád. Hát azért, na. Hát meg a maga herpesz meg az vírus, ami benned van, igen. Hordozó vagy, igen. És annak tudod kijöhet. Átadni, akinek szintén benne van, igen. Tehát, honnan tudod, látod a számba. Nem, hát azt tudod, akinek van, az egy kellemetlen dolog. Tehát az valóban így van. De az általában, tehát ez elmúlik, tehát hogy ez kezel, vagy ez egy nagyon agresszív. Hát, nem tudjuk, hogy a pasinak volt-e csaja, és azért ennyire kellemetlen, és mert ennyire viselte meg a történet. Mert azért az mégis, hogy eddig nem volt, és aztán leszel. Tehát lehet, hogy ez a nő, ez valami munkai kapcsolat volt. Hú, és a szájára kapta el, nem máshonnan? Hát a fáma az így szól. Elméletileg csókolóztak először, ami csak úgy átugrik, mi? De azért az első randil, amikor így látod leolvasni a sminket, azért az kellemetlen. Nem? Hogy így látod, hogy egy pici leesik egy darab, hát gyerekek, megint egy darab, átverés, és akkor ott megjelenik valami. Az átverés sem van baj. Hát mi herpeszel, kimegy-e randizni? Hát lesminkeled. Hát ő. Például. Jó, hát ugye értem, hogy látszó herpeszem. Oké, de ha tudom, hogy van herpeszem, akkor megmondom, hogy még most ne smároljunk, drágám, várjuk meg, amíg elmúlik. Na, de akkor a pusztán feltartója is perelhetnél, meg a haskötőért, meg a nem tudom mi a...
segimplantátumért minden is. Minden átrázás. Mind, ez minden átverés. A segimplantátum nem derül ki, ha csak nem szúrsz bele egy nagy kést a fenekébe, és hallasz egy pukkanó hangot, és kifolyik a szilikon. Egyre több nőnek van egyébként, csak mondom. Tehát, hogy az egy követendő dolog. Még mi is eljutottunk oda, hogy rakunk implantátumot. Berakják már férfiaknak is. Nincs jó feneked, Brazíliában már mindennaposak a fenékimplantátum műtétek. Úristen. És eljön egy brazil ide, itt leül egy BKV buszra, tuti kiszúrja a seggét, valami kiáll egy százasszög a bőrszékből, az biztos. Ahol a legtöbb segimplantátum kiukad a magyar BKV járatokon. Minden van, mindig valami szúróság, és azonnal kifolyik a szilikon. Itt nem egy életbiztosítás. Nem, de most én ezt nem a herpesz meg a fertőzések, meg nem ilyen irányba akarom elvinni, hanem a csókolózás irányában. Igen, és? Mutassuk, vagy mi legyen. Igen, oké. Okay. Olyan hosszú ideig nézem a szádat. Nézhetek a zsűre is egyébként. Ja, nem azért néztem rá, tehát nem ez volt a... Ti már csókolóztatok, csak álljunk meg. Puszi volt, ez egy puszi volt, ez nem volt csókolózás. Elég egy oldalú dolog volt, én is megvoltam rajta lepődve rögtön. És megpróbált átdugni a nyelvét. Nem, azért nem egy nyelves csókolt köztünk, csak egy szájra puszi volt. Igen. Valamelyik műsor forgatás. Szörre puszi. Akkor én pont le volt, növeztem, mint Kövér Lászlónak. De azért ez egy romantikus dolog, hogy az ember valószínűleg mindenki ugyanúgy, mint a szüzességének az elvesztésére, emlékszik az első csókra. Akivel azt elkövette. A környezetre, a házi bulira, a WC-be, a metró aluljáróba. A Batthyányi téren. És Zsula, te szíved dobog ennyire? Nem, kalapának a soha véget. A soha el nem ér, igen, a csóktól felment a vérnyomása. A soha véget nem érő ház épül mellettünk. Ez olyan, mint Doroti és Óza csodák csodája. Ez a ház, ez nem készülöm. Na szóval, hogy a csók irányába akartam. Egy kicsit romantikusabb péntekkel fejezzük be ezt a hetet. Mi van veled? Igen? Én, amikor a 38. születésnapon először kóstolattam meg. Baj, de az sem szégyen. Az sem szégyen, hogy az... Hogy ti emlékeztek még erre? Fel tudjátok idézni a lány, vagy nem, a fiú, vagy a kamionsofőr, vagy bárki követte? Nem az ilyen szájra puszi, nem az igazi csók. Nem, a rendes csókolózást. Lehet az első szájra puszi is, de szerintem az Ovi elsúli elcsattan. Tehát az ilyen, odajön Irénke, és akkor nyom rád egy szájra puszit. Te megmutatod a kukját, ő a Nuniát. A Dadus nénit is a kettő darab plusz parizerért leverhet neked egy kastit. És oda húz az izzadságszavú hónaljához. Én nem erre gondolom. És most Jerika olyat látsz, hogy megvakulsz. Ha kérsz még, a rántott párizsiból, akkor először lesz be a húsos kondérbe. Nem erre gondolok, hanem nem, nincs kedvetek egy kicsit romantikázni. Ne vigyük el ilyen irányba. Menjünk fel a gerjétek? Vagy mire gondolsz? Nem arra gondolok, hanem hogy az első csók, hogy az nektek még megvan, hogy ez kivel történt, hogy ez hol történt, hogy neked ott a pajta mögött, neked a kerepesi temető mellett, vagy a lőrinc temető mellett, amikor egy üvegvisszaváltó mellett egy 50-es nyanya szájon csók. Igen. Adjál neki három barna üveg kőbányait üresen, és akkor kaptál egy szájra puszit, és elvesztetted a szüzességedet, szájszüzességet. Tehát hogy az első csók, mert nekem erről most elvihetnék olyan irányba, hogy ki miért perelhetni a volt párját, meg ki milyen fertőzés, meg mikor jöttél rá, hogy baj van. De nem akkor, nem. Most ma ez nem a te világod. Ez ma nem az én világom. Jó. Ma az én világom egy romantikusabb világot képzelt el a hallgatóknak, hogy kicsit nosztalgiázunk, és mindenki feleleveníteti az első mélyreható, igazán fontos csókját. Valami, vagy mi van, új csajod van, vagy mi? Nem, most női könyveket olvasom. Ja, megtaláltam egy szerelmes regényt. Tegnap meg volt az első Vikivel. Igen, tegnap a Viki szájon csókolt, és annyira elérzékenyültem. Igen, most már kiérdemelted. Mondtam, hogy én ezt behozom témának. Na, nektek megvan, Titi? De a csajra is emlékeztek? Emlékszem. Két csaj volt? Mi? Nem, én hát nálam a mai világban egy fene se tudja. Hát nálad lehet, hogy érted. Volt egy öreg német juhászunk. Nálunk Riska a tehén. Volt, megvan a csajszín is? A neve is? A neve is megvan. Igen? Komolyan? Igen. Neked szerintem valami vidéki csajos név volt. Hát azért volt vidéki, mert vidéken voltunk. Nem úgy értem, voltunk. Tehát, hogy nem, mit tudom én, Karolának, vagy nem tudom, na, nem tessék, tudom, Virágnak hívták, hanem gondolom, hogy mit tudom én, Irén. Vagy... az, vagy, igen, vagy mit tudom én. Boris, vagy Juci, vagy Erzsi. Vagy Erzsi, vagy Terka. Valahogy így képzelem, hogy jött a Terka virágos gumicsizmába. Úgy, és akkor még nem volt virágos, mindenkinek szürke gumicsizmája. És valamilyen olyan vezetés, a hasznos Terka. Na, hasznos Terka. Neked hol volt? Hány évesek voltatok az első, ami tényleg rendes, tehát nem ilyen ízé kicsit összemaszatoljuk, hanem rendes csókolózós. Én például 16 a rendes. Ezt akartam mondani, basszus. Hogy előtte voltak ilyenek, hogy kicsit tudod, oda tartottad. Dugtad az ujjat. Az máshova dugdostuk, a tikba, hogy van egy tojás benne. Na, és nekem például az első olyan igazi szerelmes nagy csókolózás, az 16 volt. Középiskola, Battonya,
Oda jártam középiskolába, basszus! Battonya a nagy templom előtti parkban, és egyébként Krisztának hívták. Kriszta volt. Remélem a mai És egy lány kellemes, vagy egy ilyen szájban kavarós, nagyon fura, nagyon hirtelen, hosszú. Nagyon hosszú. Igen? Ott egész éjszaka ültük, még be is zárták a kollégiumot. Cigiztél már akkor? Nem. Persze, végén örültek, hogy nem vagyok bent, és jó szag van, úgyhogy bezárták. De milyen volt? Isteni, ilyen tétova tapogató? Már akkor kinyaltad a csuprot. Akkor már fejbe szerintem mindenki készül rá. De nem mindenhogy készülsz rá, de aztán valahogy soha nem úgy sül el, ahogy arra azt tervezed. Tehát, hogy úgy vagy hosszúnak és romantikusnak gondolod, és hirtelen véget ér, vagy a csaj nagyon kavar, és te úgy érzed, hogy nagyon béna vagy, nem? Tehát, nem, hogy mi nagyon jó páros. Jó, tehát azonnal összeillettetek? Ahogy csinált közben a tojáskereső ujjad. Matatott. Hátra volt rakva. Neked ki volt az első? Ugyanígy. Ja, az a batonyája. Te szemét, az az én csajom volt. Egy 500-asomba került, apám fizette, hogy végre beavasson. Igen? Valami idősebb? Ne, de ja, is. Hittem, apám idősebb volt nálam egy kicsivel. De nem, azt hittem, hogy apád elvitt valami. Középiskolás voltam, és egy... kalauz. Egy lepukkadt kalauz. Egy kisfiú, nincs jegyed. Le akart szállítani kőbányát. Emlékszem, forgalmi okokból nem járt a szolnoki személy, és ezért volán busszal kellett mennem, ott láttam meg őt, Tibi bácsi. A buszsof. Ő azt mondta, hogy nevezzem, ahogy akarom, csak nyissam ki már a számot, mert olyan szexi vagyok ebben az iskola táskában. Csak akkor mehetsz, igen. Ahogy itt álltam. Még egy megállott. Na, csak röviden, igen. Egy, várj, akkor mindjárt elmondod, jó? Mert ez jó, akkor ez várj. Ha! Akkor ezt ne kapkodjunk, addig hozzáll le minden sztorit. Tehát addig eleven is fel a részleteket, a ruhát, ahogy kinézett, a masnit, a loknit. Nagyon jó csaj volt. Jaj, gondolom, hogy valami Pamela Anderson reinkarnációval csókolóztál a Lőrinc ízén mápontlóbusz megállóba. Nem. Itt egy munkás volt. Paprikát csumázott három műszakban. Gondolom, hogy egy nagymelű, vékony derekú, hatalmas, Johnny Buster. Láttam olyan szépet, ott a rakott szoknyájában ült mezitláb. Na írjátok meg ti is, drága hallgatók, kivel volt? Borzasztó volt? Jó volt? Mire gondoltatok közben? Nagyon kavart a szátokban, hirtelen volt, erőszakos volt, lágy volt, soha el nem buló volt. Jó? Ezt küldjetek el nekünk. Magyarország jövünk mindjárt. Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék! 3.9 lesz, pontosan 4 perc múlva mindenkinek jó reggelt. Egy brit férfiről beszélgetünk, aki ugye kártérítést követel az asszonykájától, már mindenkitől, minden élethelyzetben mindig kártérítést követel, 50 millió forintot, mert hogy elkapta tőle a herpeszt egy csókolózásnál. De ennél mi sokkal romantikusabb irányba vittük a történetet, és arról beszélgettünk, hogy az első csók az egy olyan pillanat, legalább annyira mérföldkő az ember életében, mint a szüzességének az elvesztése. És erre mindenki emlékszik, hogy kivel történt, hol történt, diszkó előtt, aluljáróban, otthon, házi buli végén, mert akkor még ugye talán voltak házi buli, köki busz megálló, vagy éppen csirkekeltető. Nagyon jó esemesek. Kinek mi jutott, ugye? Hogy ki hol vesztette el a csókbeli szüzességét, és kivel csókolzott először, az megint más, mint amikor ugye együtt vagy aztán egy lánya vagy egy fiúval, mert az még nagyobb volumenű dolog. De az első csók is azért meghatározó, és a legtöbben azért erre nagyon jól emlékeznek. Szóval ott álltál valahol. Igen, téglagyári óvoda, moslékos. Etelka néni azt mondta, szívd, ne fújj, te kis hülye. Szereted a mesztelen csigát, mondta Etelka néni. Na, szóval. Kiskumajsa. Egy brutál jó szőlőszedés. Szőlőszedés. Mit kerestétek Kiskumajsa? Szőlőszedés. Nyári tábor. Nyári munka. Nálunk mindig úgy indult az év, hogy elmentünk szépen szeptemberbe, elkezdtünk itt 2-3 hét tanulás, és utána pedig mentünk vagy céklát, vagy szőlőt szedni, vagy paprikát csumázni, és mindig Kiskumajsára. És volt ott egy lány, aki nem ismert téged, mert egyébként a osztálytársad lett volna akkor. Igen, és ott voltak állami gondozottak. És néhány kiskorú elítélt. Nem, ő iskolatársam volt, csak egy másik szakra járt. De szemezgettetek előtte, nézegetted, észrevetted, hogy ő is akarja? Figyelj, érdekes a sztori, mert hogy... Kiszúrt téged, rámutatott? Nem én voltam, tehát én nem repültem rá, meg nem nekem ő tetszett, de igazából nem gondolkodtam benne, valószínűleg azért, mert túl jónak éreztem magamhoz, de te ezt szó szerint... Tehát felszedett kvázi. Nem, elkezdtem lobbizni az egyik haveromnak. Ó, és te értél oda? És hát ez... Igen, és beszéltem neki, fűztem, de mondom, nem miattam, hanem Sanyi miatt, és aztán
a végén kibökte a lány, hogy csak egyetlen probléma van, hogy neki nem a Sanyi jön be, hanem én. Oh. És akkor így... Még gyorsan elszette. Sanyi, én kellek neki! Aztán Sanyi elkaptat. És nagy melű szőke, vagy milyen volt? Vöröses szőke. Vöröses szőke. Hosszú, és picit szeplős volt az arca, és azt hiszem, hogy pannonhalmi lány volt. Egyenesen az apátságból jött ki nyári munkára, aztán ment vissza este. Sietnie kellett. A esti misére mindig vissza kellett. Esti korbácsolták magukat az atyák miatt. És a szőlőben és csak vezekeltek. Nem, ez bent történt este felé a TS-ben, vagy ahol nem tudom, hogy el voltunk helyezve. Ott voltak így az alvóhelyek, meg ott kajáltunk, meg a paprika csumázás is azon a helyszínen történt. És akkor mondta, hogy találkozunk a Ganyé mellett. És akkor, de tízkor. Úgy emlékszem, hogy ő húzott oda magához. Tehát, hogy nem... Ebben én biztos vagyok, hogy nem te voltál, Jani. Vaszat megcsókoltak, tehát hogy igen, hogy téged lesmároltak egész egyszerűen. Mellé között fuldokoltam. És tényleg ez történt, hogy ő húzott oda magához, és mind a mai napig emlékszem rá, mert nagyon jó volt. Tehát, hogy kavart? Tényleg. A csókolózás Paganinie volt, igen? Nagyon vitte? Nem. Lőttelik, de a felső balhatos, ott van a kukorica. Ott keresd, baba. Kettő darab amagát. Sziszkántja a nyelven, de. Kettő darab amagát tömésed bánta. A fokhítól balra. Ne. Meg is jelent egy gyökérkezelést. Nagyon jó csaj volt, és kicsit mindig úgy éreztem magam mellette, hogy mint az öccse lennék, nagyon kellemetlen volt. Jártatok is akkor egy darabig? Igen, és nem tudtunk úgy végigmenni az utcán. De fogtátok mellett, a kezét és sétáltatok, vagy ő fogta a te kezedet és rángatott maga után? Tehát, hogy kicsit ilyen volt. Vit maga után. Te voltál a kis moncsicsie? Kicsit, hogy te voltál kis babácskája. És az, igen, és fütyögtek az építkezéssel? És fütyögtek állandóan. Neked? Engedd el az öcséd és gyere figyel! Szóval az öcsédnek ígyom meg egy kanadat rajtán, gyere fül! Szörnyű ciki volt! Több ciki volt. Minden melós azt hitte, hogy én vagyok az öccse valószínűleg. Kihozta levegőztetni, vagy nem tudom mi. Érte? Mit maga után kézen fogva? Öcsike, maradt, te gyere fel az építkezésre! Nesz, te itt egy 20-as, menjél vagy így, öcsi! Dobj egyet a Tomcat flipperbe, addig az gyerek! Menjél, mi kokázni, kis vérszegény! Na! És sajnos, a Bece nevem, illetve ahogy hívott, mindent elárul a kapcsolatunkról. Téged? Igen. Hogy hívod? Pici. Gyilkos. Jézus, atya úristen, ez egy nagyon, ez egy durvában terhelt sztori, mint elsőre tűnik. Tehát, hogy ez egy sokkal mélyebb rásandó történet. Pici volt a Bece neve. Pici. És lesmárolt. Úgyhogy igazából magához húzott, igen. És őt csokott. Azt csinált velem, amit akar. Te voltál a kis nyúnyókája. Te voltál a pici nyúnyókája. Úgy bedarált, hogy ez... Hát persze, hát ez óriási. És Picinek hívott? Pici. És aztán a haverod levarta. Igen. Tipikus sztori. Az a srác, akinek egyébként a lobbiztás, csodálatos. Hát célba ért a lobbis, a kicsit később. Téged lesmárolt, picinek hívott, húzott, vonzott maga így után, van. És a haverod levarta. Aztán a haverod mindent megkapott. Mindent megkapott, amit csak kapott. Úristen, de jó. Na jó, van, itt van velünk Kata. Hello, Kata, jó reggel, ciao. Sziasztok, fiúk. Hello. Hello. Na, ugye, hogy erre mindenki emlékszik? Hát igen, ez azért nem mindenképpen maradandó nyomot, vagy bármilyen áron is, ha jó, ha rossz. Igen, az első csók az egy maradandó emény. Nem, neked hogy történt, hogy mi volt? Hát mi diszkóban ismerkedtünk meg egy baráti társaságban, és hát pár találkozás után hát oda jutottuk, hogy jó legyen akkor csók, és hát akkor jöttem rá, hogy igazából ott problémák vannak a sárcában, mert hogy nem igazán a saját fogaimban találkoztam. Már mi csoda? Tehát, hogy várj, hány éves voltál? 17 éves körül. Voltál. Elég sokáig vártam, igen. Ez sokáig vártam. És akkor elmentetek diszkóba? Igen, barátnőmékkel elmentünk, baráti társaságát bemutatta, és akkor hát ott megbeszéltük, hogy majd találkozunk, és egy-két találkozás után persze eljutottunk odáig, hogy akkor csók, és hát így amikor megtörtént a csók, így éreztem azt, hogy hát ez nem egészen a saját foga. De ez mit jelent, hogy nem a saját foga? Ez nem ér bármi, hát, hogy protkója van a srácnak? Mozogtak a fogai? Hát koronája volt, csak külön mozgott a többitől. Ja, hogy lötyögött az egyik foga? Igen, hát egy korona mozgott, tehát nem is egy fog volt, hanem egészen, tehát vagy 4-5 fog, és ez külön te ott kavartál a kis nyelvecskéddel. Próbaragasztás volt, elhagyott az amalgám egy picit, vagy a próbakorona, vagy nem tudom. Aha. És szóltál neki, hogy baj van a felső hatossal? Nem. Nem akartam, meg hát nekem is úgy fura volt, meg kellemetlen, úgyhogy hát de igazából ez kb. Ott abban is maradt. De ez nem jó, ha rossz az első élmény, az nem jó. Az nem, az nem, de ez végül is igazából nem vette a lelkesedésemből. Aha, tehát azóta azért volt sikerélményed is. Persze, hogy ne,
vagyok azok. De hány éves volt a srác? 60-70 vagy? Tehát, hogy nem lehet, hogy fiatalabba kellett volna kezdened? Azért az elgondolkodtató. Igen, igen, én is gondolkodtam, de mivel is én 17-18 éves volt, azért mondom, mennyi az akkor, amikor még a sajátjával találkozhatok, de hál' Istennek azóta ilyen problémáim voltak. Figyelek azóta, a fogsor azóta a mániám lett, tehát, hogy szólsz előre, megkérdezed, hogy van-e mozgó, fogad. Igen. Fogtechnikus lett belőle. Igen, azóta tényleg fogtechnikusként dolgozom. Kata, köszi, hogy elmondtad, puszi. Én is, puszi, sziasztok. Ciao, 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 ciao. Az első csokom, úgy emlékszem, 11 évesen történt. A srác rácuppant az arcomra, és mint egy algaevő hal az akvárium falán elkezdett kavarni. A nyelve úgy pörgött, mint a ventilátor. Miután lejött rólam, még az orrom is nyálas volt. Undorító élmény. Melinda küldte nekünk. Nekünk az első igazi sok a gyermekotthonban volt Fonyódon, most 41 vagyok, oda került a sor. Kérdezhet se a kislány, hogy tudok-e csókolozni, mondom, persze, akkor próbáljuk ki. Oda rakta a száját a számhoz, aztán elkezdett turkálni a nyelvével a számban. Úgy megijedtem, gondoltam, ez annyira gusztustalan, ha ez a csókolózás, akkor nekem nem kell. Ennél már csak a kis... Ennél már csak a kislány neve volt szörnyű, Tirpák Szilvia. Ne, már. Nem hiszem el. Biztos sok ilyen nevű hallgató van, nem az orosítató. Tomi a festő írta nekünk. Na, most már mit kerek a sztori, mindenki meg van benne. Tomi a festő, Tirpák Szilvia. Ez legalább annyira jó, mint a Jani sztori. Első csok 1996 évesen éreztem, hogy az ittszere játszom, mert ő javasolta, hogy nézzük meg este a moziban a Mortal Kombat című filmet. Miközben a vászon éppen Liu Kang küldte bicikli rúgással Sub-Zero-t elcsattant a csók. Sajnos engem a bunyó is érdekelt, ezért a csókot... Mortal Kombat nagyon jó. Isten, mintha én lennék. Ezért a csokkolózás felénél kinyitottam a szemem, és próbáltam a filmet is nézni. Liu Kang küldte bicikli ugásra a Sub-Zero-t. Zseniális. Úristen, de jó. 17 voltam, a hívmegállóban álltunk, és nem számítottam rá. Egyik pillanatban még beszéltünk, aztán megfordultam, hogy lassan jönne a barátnőm, és amikor visszafordultam, hirtelen már a számban találtam őt. Velem ellentétben ő dohányzott, ráadásul pont előtte, az első benyomás, mintha egy partra vetett hal vergődött volna a számban. Kombinálva azzal, mintha én meg egy hamutartót nyalogatnék. Mit nem mondjak, egy életre szóló élmény volt. Akkor sokkor, most már szép emlék. Nekem az első csókom borzasztó volt, olyan nyáltengerben úsztam, azt hittem izzadok, mire rájöttem, hogy a srác nyála folyt a nyakamban. 16 lehettem, Reni küldte nekünk. Az első csókom 16 éves koromban a régi köki busz megállóban, hazakísért éppen az első pasim, annyira nem dobtam el az agyam tőle, de 2 év alatt összecsiszolódtunk, majd 28 éves volt az első csók nővel is, a sokkal kellemesebb volt, és lágya. Köki busz küldte megálló. Nem? Nem te vagy? Hát, nem, te jársz arra. Basszus, én nem emlékszem, kivel csókolszom először. Hú, de gáz, írta nekünk Judit. De nem gáz, az ember erre nem emlékszik. Hát azért az első csókra. A nagyfiúval nagy menő, helyes csajok álma, én duci bizalomhiányos voltam, karácsonyi bulin, savanyú volt a szája, elment tőle a kedve. Maresz küldte nekünk. Savanyú. Egyszer egy buliban felszettem egy nagyon jó csajt, a baj az volt, hogy az én számomra furi volt, hogy csókoloztunk, hogy közben mindig néztem a farzsebemben a pénztárcába, hogy megvan-e, mert azt hittem, hogy le akarja nyúlni. Gyanús volt, hogy egy ilyen jó csaj egy ilyen nyomival jár, mint én. Üdv Norbi. Édesem, hogy csókolozás közben a pénztárcáját félte. Mert túl jó nő hozzám. Marketzoló. A szemét. Életem tényleg első nyelves csókja Anitával valahol Újpesten. Anita nyelve úgy járt a számban, mint egy habverő. Lehet azt mondani, hogy megijedtem? Viszont sajnos én is beégtem, ez télen volt, és kicsit taknyos voltam. Kifolyt a taknyom Anita nagy emlőire. Emlékszem, fekete felső volt rajta, és ott csillogott a taknyom. Ezek után nem folyt. Úristen, de szép romantikus történet. Azt kérte a barány, hogy Anita emlőire. A fekete fősői Újpesten a hatalmas menő Anitára csöppent a taknyom. Csókolozás közben emlékszem, a fekete felső volt rajta, ott csillogott. Ezek után nem folytattuk a kapcsolatot. De vajon miért? Üdv Artúr, Jézusom, de jó történet. Úristen. Mennyi romantika van benne. 15 éves koromban volt, a fiút Péternek hívták, úgy képzeltem el, mint egy romantikus filmben, lassan odahajol és lágyan megcsókol, ehelyett mikor felé fordultam, hirtelen lekapott, íztelen csók volt és nem nyelves. Hát valahogy nem így képzeltem az elsőt, Andi írta nekünk.
Káposztás megyeren a téren a padoknál 16 évesen csókolóztam először, az elején szakítottam vele, mert mondtam, hogy én nem fogok megtanítani egy 14 éves lány csókolózni. Pedig csak féltem, mert én nem csókolóztam még soha. Megtörtént az első csók, azóta is együtt vagyunk már 19 éve. És van két szép gyermekünk. Wow! Na, itt a romantika, tessék. Aha. Igen, csak valószínűleg azóta sem csókolóztak senki mással. Hát azért, mert az első volt az igazi. Aha, nem csélcsap módon, mint össze-vissza. Honnan tudják, hogy az az igazi? Ha csak egymással csókolóztak azóta. Hát, most te tudod, hogy ki az igazi? Végigpróbáltad az összeset? Nem, de azért próbálkoztál egy-kettővel. 15 éves voltam, nem az első csók volt, a második. Egy nyarat tartott a kapcsim a nagymamáiknál. Amikor hazamentem, akkor fertőzést kaptam, egy hónapig darált húst, tudtam csak enni szívószálra. Micsoda voltam, orvosnál adott rá valami sprét. Egyébként az első csókom az unokatesommal volt, 13 voltam, próbáltam átnyomni a nyelvem, de csak fogakkal találkoztam. Csukva volt a szája félig, meddig ott aludtam náluk, azóta is bánom, hogy nem volt tovább. Milyen? Látod, hogy mennyi mi az unokatesóval? Nem már! Azon miért? De szép romantikus vérfertőző történet. De jó sztori. Kicsit annyira adok bánom, majd a gyerek. Nem tudtam. Kicsit a gyerek majd nehezebben igen olvas, vagy mit tudom én. De azért az másod harmadik unokatesónál az már nem akkora gond. Ők biztos meglátják majd benne a szépet. Az első csókolózás alkalmával, ahogy átdugtam a nyelvem, úgy megijedtem a lány nyelvétől, hogy egyből összezárt a szám, ezzel úgy megharaptam a saját nyelvem, hogy elkezdett vérezni. Hogy elkezdett zsibbadni a nyelvem, éreztem a vért, azonnal elnyomtam a lányt, és elnyomtam a lányt, és felszaladtam a lépcsőházba. Ott hagytam. Szép emlék, Gyuszi küldtem. Csabi nevű fiú úgy lekapotta, hogy a manduláig csak düllettek a szemeim, és nyáladzott, mint egy csiga. Ez volt az első. Jó, na. Ez volt az első, beküldte nekünk. Van még hallgatónk? Nem? Ja, itt van, nincs, azt hittem, hogy van még hallgató. Másodszorra találkoztunk, mentem érte autóval, jelezzem, egy hete soksi, várom a csajt, érkezik, beül, beindítottam az autót, sebességbe tettem, és először volt nyelves, én pedig tudatlanul lassan engedtem fel a kuplungot, semmire nem emlékszem, csak nagy csattanás, nekimentem az osztopnak. Csaj úgy megijedt, hogy sajnos azóta sem láttam. Nekem azt mondták, hogy az első csók után bedagad a szám. Mikor megtörtént, 14 évesen rohantam haza, és egész éjjel néztem a tükörbe, hogy bedagad-e. Gina küldte nekünk. Azt mondja, nagyon féltem az első csókor, mikor megtörtént, végig a lány fogait lögdöstem a nyelvemmel. Kellemetlen volt. Igen, mert ha az ott nagyon kavar, és ott vannak a fogak, akkor azért az úgy nehéz. 18 évesen három újdonsült csaj haver megkérdezte, s már voltam, már mondtam, hogy őszintén még nem. Ők vettek sejemcukrot, és a közeli parkbolóban sejemcukrot kellett cserélgetnem velük a szánkkal. Azt a napot soha nem fogom elfelejteni. És nem három csajci, te pasi miatt és sejem cukrot adtál. Ja, csajok, jó van. Mire gondoltál? Azt értem, mintha haverjai. Nem, hát a csajok és sejem cukorral ment. De most összepróbáljuk a szombat estét. De nagy. Úristen, ő az élet császára. Olyan akartam volna lenni. Én az első igazi nyelves az általános suli búcsúztató bulim volt, de nagyon sokat ittam, 10 percenként hágytam, de a lány nem volt finnyás. Ez benne van, ez benne van. Tökéletes, ezek után az első csókolás sokkal érezhetjük szerencsésnek magukat. Én az első csóknál nyögtem, mint egy hülye, mert ezt láttam a filmekben. 14-15 lehettem, valószínűleg rohadt égő volt. És a csaj nem értette. Akivel az első csókom volt, azóta is szerelmes belé, megnősült, majd vett egy telket a szomszéd utcában, pedig nem is helyi, amiről elmondta részben, miattam építkezik ott, hogy gyakrabban láthassam, plusz ajándékokkal bombáz pár hetente, hogy legyen több. Nem számít a párja sem. Anikó küldte nekünk. Aha. Látod, hogy valakiben azért ez ilyen maradandó élményt hagy. Ilyen nyomasztó lehet, képzeld el. Képzeld el, hogy telket vesz mellé, de az első. Hát én nem tudom az ott elfedni, én csak ott hagyjál már, 23 éve volt. 23 év telket. Hogy vettem egy telket, hol? Itt mellette. Nem viccelj, mert nem tudom az első csókot kiverni a fejükből. Itt akarok építkezni mellette. Szeretlek, és meg örökké. Három gyereked van és feleséged, nekem meg. Úristen. Na jó van. Hát köszönjük azt a történeteket. A nagyon jó nem mondtad el. Tessék? A tiédet nem mondtad el. Nem szeretném Tibibe az érzékeny sebeket feltűnni. Tibi megkért, hogy ne beszéljek róla. Van azért tapintat a világon, én János. Én egy tapintatos srác vagyok. Nekem azt mondtad, hogy egy szerződés hosszabbításnál volt a hatodikon az RTL. Jó, hát de le kellett alkudni a három év moratóriumot. Egyre. Igen, különben mehettem volna Rizvasnak a Mónikámat. Na jövünk mindjárt, a kérdés-válasz rovattal írjatok. Balázsék hamarosan folytatódik. Folytatódik a
az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez egy Phil Collins dal, ugye? Ezt már megállapítottuk. Igen, és nagyon szerettük az eredetit. Nero Domini mestertől kértél egy kis ajándékot? Mert pont fölemelte a kezét Nero Domini, így felém, és izzadt. És nézd meg, izzad. Igen. És de mi, őról a miért folyik a víz? Azért, mert... mert ez melós. Melós áldást adni. Így pénzt keresni. De várjál. Tehát erre a csávóról szakad a víz. Persze. Az Astro központban szerepel az egyik kereskedelmi csatornán, Nero Domini mester is szakad. De én nem láttam embert így izzadni műsorról. Mi történt? Szerintem annyi van csak, hogy most ugye élő adásban van, és kakilnia kell. Titkos jóslatok napja, egy tibeti hangtálat rezegtet éppen. Maximalizált energiaszint, én mindent értek. Ne, Feri, ne írj hozzá! De várj, a Muzsika TV-ben nem szoktak ennyire izzadni, amikor ott három ilyen statiszta előtt ott nagyon nyomják a dalokat, bevilágítva lámpákkal, szegényekről szakad a víz. Van, lehet, hogy úgy van egyébként motiválva, hogy ahogy nem jön hívás, akkor lekapcsolják a légkondit, érted? Az megvan, hogy Indiában így halt meg az egyik koronavírusos beteg. Bementek Jézusom. A rokonok látogatni, és mondták, hogy hogy nincs itt klíma. Kihúzták a lélegeztetőgépet, és bedugták a klíma. Nem már. Ez egy teljesen real sztori. Kihúzták a lélegeztetőgépet, és bedugták a klímát a család, mert mondta, hogy hát itt meleg van ebbe a korterembe. Bedugták a légkondit. Szerencsétlen. És aksiról működött a lélegeztetőkép, majd leállt, és a kórház igazgatója nyilatkozott, hogy ezt azért ő sem hiszi el, hogy ennyire durva történhet, de hogy ez valóban megtörtént. Igen. Kotta város egyik kórházában írta a sajtó, a helyi sajtó alapján. Szegény akkumulátorról még működött egy ideig a lélegeztetőgép. Hát így megy ez. Viszont 18 fok volt a szobában, tehát a rokonok legalább nem fáztak. Mennyire abszurd. Igen. Ez mennyire abszurd. Úristen. Meglátogatod a családtagot, és kihúzod. Mi ez a dugó? És az annyi minden, annyi kapcsoló, húz már ki, dug már be a klímát. Érted. Bedugta a klímát, és mondta a beteg, hogy hát ez így nehéz. 10%-on vagyok, húzd már ki. Kicsit ott töltsek. Teljesen abszurd. Na én egy Nero Domini mesterrel azért lehet, hogy púderezés az ráférne. Igen. Legutóbb Lajcsit láttam ennyire izzadni a 300. oldalnál, amikor olvasták. Na jó, de ott 80 000-es a... Érted, az... mi azt még tehát... hallgatod, leizzadsz. Teljesítménykényszerben van. Azért izzad, mert az üvegajtón túl látja a navosokat. Na mindegy. De nem olyan vagy. De nézze, folyik a homlokáról a víz. Azt mondom, hogy folyik, lefolyt az orrán. Hát én figyelj, én ilyet még nem láttam. És a hangtálba mindjárt így belecsöppent a hangtálba. Gyönyörű frekvencia. Látod, lefolyt az orrán az izzadság. Hát azért ez nem egy megszokott kép. Lehet, hogy covidos, beteg. Vagy még van lelkismerete. Én nem tudom, mi van Nero Domini mesterrel, de valaki küldjön neki valami gyógyító energiát, nem néz ki jól, szegénykém. És most sukva van a szemem. Figyelj, mindjárt lefordul a székről. Oldalt is izzad. Hát azért egy ilyen mobil klímát azért be lehetne rakni abban a stúdióban, nem? De lehet, hogy náluk is van kvóta, hogy egy nap mennyit kell. Mennyit kell meg nagyon messze van a nyugerektől. Mit lehet mondani, és mit nem. Na jó van. Gyorsan akkor itt a játék előtt egy-két kérdés-válasz. Azt mondja, hogy Jani, szeretném kérdezni tőled, hogy a Baby Metal nevű formációt ismered-e? Gyakorlatilag minden benne van, amit szeretsz. Metal, japán, tini lányok. Szerintem egy kicsit a berád, egyébként nagyon jók. Nyitott kapukat döngetsz, persze, hogy ismerem őket. Meg van az összes lemezük. Igen, van egy ilyen műfaj, ez az úgynevezett kawaii metal. És nagyon fura, mert hogy ténylegesen erről van szó, hogy irgalmatlan zúzó zenére, egyébként nagyon-nagyon profi zenészekkel veszik magukat körbe, ilyen kis G-pop sztárok, akiknek sok esetben semmi közük nem volt, japán pop sztárok, akiknek semmi közük nem volt korábban mondjuk a metalhoz vagy a rockhoz, fúzionálnak metal zenekarokkal. És ilyen nagyon kedves, nagyon cuki kis hangon tolják. Van az egészben valami erősen pedóvonal azért. Igen, is olyanok egyébként. A 3-13 éves lánya metálcucba énekel és felnőtt lihegő japán férfiak nézik, azért ez erősen pedó. Első ránézés, hogyha a zenekart nézed, akkor ez egy kőkemény black metal zenekar lehet, de aztán megnézed például a számcímeket, Gimme Chocolate.
Hát akkor a címe is pedó. Ez egy 12-es kislány énekel na, arról, hogy kér csokoládét. Nagyon egybe, hát van. Nagyon egybe van a sztori. Nagyon egybe van. Először én is intéztem, mondom, úristen, mondom, mi ez a szor? Tehát ezek a K-popos sztorik délkorában meg mindenhol gyilkosok lesznek. Ezek állandóan öngyilkosok lesznek. A G-poposok azok nem, a japánok kemények. A G-poposok nem, a K-poposok igen. A K-poposok igen, azok így. Most olvastam megint, hogy valamelyik 20 éves tinisztár délkorában éppen megint öngyilkos lett, mert hogy egyszerűen olyan szinten zaklatják őket. A lemezipar, a menedzserek, a rajongók hihetetlen módon zaklatják őket, tehát hogy ott nagyon-nagyon durva dolgok történnek tényleg ilyen szempontból. Japánban még zenei szempontból történnek durva dolgok. Ott jobban bírják. De hogy bántják is őket, tehát hogy zaklatják őket interneten különböző lelki terroros nincs kommentekkel, tehát hogy nincs saját életük, és aztán egész egyszerűen úgy szállnak, hogy öngyilkosok. 20 évesen, 30 évesen. És óriási sztárok, igen. Tehát ilyen sikongató 12 éves lányok követik őket mindenhol. De 10-ből 8 ezzel nem igazán tud megbírkozni. De az mi, hogy ezek a japán metálok, ezek mind lány. És mind 12 éves? Igen. Megkérdezt, csak örülök. Nem, 12 évesnek néznek ki. Ja, 12 évesnek néznek ki. Már 13 de ezek már legalább 14 évesek. Nem, megdöbbenné rajta. Én nyilván utána ástam a dolognak, megnézegettem, hogy ki hány éves a tagok közül, mint 30 fölöttiek a csajok. Csak jól tartják maguk, jó a genetika. Igen. Jó a genetika, jó a smink, meg ugye a ruhák megtévesztőek. Igen. Rákérdeztem, hogy a stúdióra gyerekek hiába 5 forintos a kikiáltás jár, 500 000 forint alatti összeget figyelembe se vesznek, csak jó, ha tudjátok. Jó? Ja, ez a Klassz FM-es stúdiónk? Igen. Amit ugye felhívott Jani, elváltoztatott hangon. Igen. Miért nem volt az egyik kereskedelmi csatornán a Mellékhatás című sorozat szombaton? Szerintem azért meg egyszerűen kifutott. Tehát, hogyha egy ott van helyi... tőlük kérdezed. Tehát, hogyha ott egy helyi kedvenc sorozatod nincsen, akkor vagy azt csinálja egy csatorna, hogy egyet lead és összefolytatja. Ilyen volt ugye a TV2-nék, a TV2-nek azt hiszem a Bödörék, vagy hogy hívják őket? Nem tudom, a Stólos. Bödörék őket összefolytatják, de van a Mellékhatás, az egész egyszerűen kifutott, és azért is több belőle rész, hogy lesz a folytatás, az nyilván a nézettség kérdése, de általában ez szokott. Vagy átmegy online, már azt is csinálják, hogy egyet leadnak az analógumban. És fizetős oldalon meg. És tehát meg online folytatod, ez is már egy igen. 10 rész volt, úgyhogy lement az első évad, ennek tulajdonképpen ez az oka. Feri, tudnál egy jó oldalas receptet? Köszönöm előre is. Ez hát, internetes recept? Természetesen. Nem, egy egész oldalas. Vagy egy oldalas recept, egy a sült bárány oldalas, vagy egy oldalas recept. Vagy... Ma lesz egy receptünk, nem oldalasos, hanem most ugye hát egy csomó olyan fiatal hölgy van, aki cseresznyét szed, érted? Mm-hmm. Úgyhogy elrohadt az eső miért sajnos. Nem baj az, de fiatal lányok cseresznyét szednek, közben fotóztatják magukat. Igen. Szilvia lepény. Szilvit megpróbáltuk elérni, de elérhetetlen, és igen. Nem nyilatkozik. Ígértük, hogy megszólaltatjuk az erotikus cseresznyeszedéssel kapcsolatban. Mert nem van a házban való, és ki ma hátul a kertben. De hülyék vagyunk. Nincs az a cseresznyeszedő asszony, aki úgy szed cseresznyét, nincs. Hogy Bódi Szilvi alulról fotózva, pucsítva, behúzott hassal, cicanadrágban, tehát így ember nem szed cseresznyét, de Szilvi nem nyilatkozik, nem is érjük el, úgyhogy nem visszavonult mindenfajta nyilvánosságtól. A jótékonysági teniszmeccs összejötte, ment hallgatók, kérdezi Jani, hogy nem, ment hallgatók, ültünk kettőt, megtörtént a teniszmeccs, nagyon jól érezték magukat. Mi van azzal a sráccal, aki átkenúzza az Atlanti óceánt? Balázs kérdezi ezt tőlünk, hogy a Rakoncairól van szó. Újra neki ilyen, fog egy fúrni, vissza kell sajnos fordulnia. Stand-up paddle-vel ment volna, de az nem sikerült, visszafordult, eresztett a hajó, most szerintem azzal újra próbálkoznak. De egyelőre új hír valóban nincs. Mi foglalkoztunk vele, hívtuk is. Valami beázásos problémája volt magának ennek a kis szápnak. És most megvárja ugye ugyanazt az időpontot, mert most nem nagyon tud menni. Igen. Ahogy megvan az új időpont, akkor szerintem úgy is beszélünk vele. Igen. Mi nagyon bírjuk. Nem volt meg a teljes büdzsé, erre utalt Balázsra. Lékel. Most én konkrétan az egy oldalas receptet, azt arra gondoltam, hogy egy internetes oldalt adjon neked, ahol, tehát én még ott vagyok, hogy te hülye vagyok, egy oldalas recept, hogy majd ajánljál valami, nem tudom, milyen internetes oldalt. Ajánlom akkor a YouTube csatornát, amin az összes receptünk fent van, és ott van oldalas. De egy oldalas receptet akart egyébként, mert megértettem. Mikor kerül adásba legközelebb a megindőbe, jövünk, Feri? Én nagyon szeretem, de így nem néztem rá most. Múltkor belefutottuk én Somával. Én nem hiszem el, hogy minden héten van. De most, ez jó. Olcsó, csomagba veszed. Igényli. 80%-at megvesz belőle egy kereskedelmi csatorna. Annyiszor magyarul... adod le, hányszor akarod, ugye nincs korlátozás. Csomagba megveszed, és akkor... Nem mondom, hogy nem érdekel, nem mondjuk a zsaru és az idegenek, de... Az ország tortája verseny lesz-e idén, kérdezi. Lesz, én ebben most nem voltam benne, mert egy kis pihenőt kértem. Nem bírták az ízlelő bimbóid?
Hát, hogy sok mindent nem tudtam már hozzátenni, úgy éreztem, hogy egy picit egy helybe topogok ebben a sztoriban, de természetesen idén is lesz, és ugyanúgy, ahogy korábban mindig augusztus 20-án fogják a nagy közönség elé tárni, hogy mi lett az ország cukormentes tortája, illetve az ország tortája. És nagyon szurkolok a versenyzőknek. Két kérdésem, az egyik, hogy meddig lehet jelentkezni a Bubbles-ös játékra, hétvégéig lehet, hétfőn, ez egy napig tart ez a játék. Így van, de még megcsináltod hétvégén szerintem. Hétvégén elküldöd, így van, elküldöd. És négyen nyernek majd. Mosod a kukac a radio1.hu, 250 ezer forint per fő. Per fő, tehát 1 millió forintot kap négy család, úgyhogy küldjétek a képeket, hétfőn sorsolunk, ugye viccesen kell ábrázolni a mosást, ez a lényeg. Van, aki már mosógépbe hajtotta a fejét, van, aki kádba ült a szennyessel, van, aki kabint, zuhanykabint rakott tele szennyes ruhával, úgyhogy küldjetek a képeket. Jó, és akkor két hétfőn négy család nyer 250 ezer forintot, azért az nem kevés. Az egy nagyon szép nyeremény. Egy milla. Bizony. Az nagyon klassz. Negyed millió fejenként. Mondjuk így, ne is 200 ezer. Negyed millió. Negyed millió. Jó, hangzik, hogyha benne van a millió szó. Hát persze, azért. Azt, hogy a Bali és a Wunderschönben a Suzukivel mi lett, amit Jano annak idején szét. Ott az nem Suzuki volt egyrészt, hanem Honda, azért bírta olyan jól a gyűrődést. Szerintük azóta is az operatőr azzal jár. Igen, az is távautó volt, amit te összetörtél. A vezető operatőrnek. Azt kifizetted legalább? Vagy? Nem. Azt mondja, hogy nem. Kellett a műsor miatt. Lehet, hogy ki se javítatta, és azt mutogatta, hogy azóta is mindenkinek ezt a vadon Jani törte meg. Ha minden olyan lett volna a műsorban, akkor meg vagyunk. Igen. Észre szoktátok venni, hogy sorozatézés közben annyira azonosultok karakterekkel, hogy hétköznap kezdtek el esetleg úgy viselkedni, mint ők. Kivel tudtok úgy azonosulni, és ez mivel nyilvánul, megírja nekünk Nóri. Hát ez fiatalabb korban talán volt, igen, de most már azért, hogy az ember megnézi egy sorozatot, nem hiszem, hogy utána tényleg úgy kezd jönni menni. A Vikinél most láttam, hogy nagyon rákattant erre a nagy pénzrablásra, és követi a szereplőket, és lájkolja őket, és nézi, hogy melyik sorozatban játszik, és Salvador és Berlin lett, és szakállott növeszt. Igen, Berlinnek, és Helsinkinek hívatja magát. Tehát ő erre nagyon rákattant, Anna is nagyon nézi, de az, hogy úgy viselkedjünk, az szerintem inkább gyermekkorodban tényleg, amikor igen, megnéztél. Kijöttél a moziból, igen, felpumpáltad magad, és azt gondoltad, hogy az Astoria felé bárkit le fogsz verni, mert megnéztél egy Chuck Norris filmet, és aztán kaptál egy tasit, a Batthyány téren, csak a gyorsan kisöstél a szerepből. A Blahánál már tudtad, hogy nem te vagy Bruce Lee. Igen, a Blahánál már érezted, hogy ez nincs ezzel így, igen. Bal is azonosul a Chip and Dale fiúkkal. Én most ezt egy ilyet nézek, Toyboy, ez a Toy címe. Úgyhogy már csak mondom. A Chrome rudat ide is a stúdióban legyen egy ilyen gyakorló szetted. Egy igazságtalan börtönbe jutott Chip and Dale fiúról szólt. Egyrészt néztem meg belőle, egyébként leálltam. És volt azért tangaletépés? Volt nadrágletépés, minden, majd a fiú összén egy gazdag csajjal, börtönbe juttatják a csávót, kijön, és akkor elkezd nyomozni, hogy őt ki és miért akarta börtönbe juttatni. Minden már nem érdekel, de a tangás rész. Egyrészt megnéztem, ezzel röhögtetek, hogy én Chip and Dale sorozatot nézek, de rájöttem, hogy nem az én világom. Igen, viszont nagyon sok olyan szereplő van benne, akit a Viki szeret, mert játszottak a nagy pénzrablásban, és akkor azért kell ezt most nézni. Azt mondja, sziasztok, Jani, véleményre lennék kíváncsi, hogy mit gondol a The Last Kingdom sorozatról, ti vagytok a legjobbak, puszi Meli. Én egy nagyon kellemes limonádénak tartom azt a sorozatot, tehát, hogy kicsit ilyen történelmi találkozás a fantasyvel kategória, és amikor a Netflix átvette a sorozatot, akkor volt benne egy nagyon komoly minőségi ugrás, azt hiszem, hogy az a harmadik évadnál volt már. Tehát ha addig kibírod, onnan már jó. Tetszett egyébként, nekem egy kicsit ilyen vikingek pótlék volt egy ideig, aztán megszerettem. Most itt az utolsó évadot szerintem egy kicsit összecsapták. Egyébként Magyarországon forgott az a sorozat, tök jó. Tehát is. Is benne vagyunk. Igen, Hello Bali, hiányozni fog-e idén Ozora? Hát nem csak Ozora, minden. Az összes az fesztivál. Az egész nyár hiányozni fog. Most az időjárás szempontjából hiányzik június, hiányzik a Balaton, hiányzik a napsütés, igen, és hiányzik az összes fesztivál. Ez, gyerekek, ez egy nagyon fura év, de hát sajnos ezzel meg kell barátkozni. Ez egy ilyen fura, ritmustalan, kiszámíthatatlan, tervezhetetlen, gazdasági szempontból nehéz, sok családot érintő. Ez egy ilyen, ez egy nehéz. Erre jó lesz kocintani szilveszterkor, azt szokták mondani. Nem úgy hú, de jó, hogy vége. Bármeddig, bárhányadik hullámnál tartunk éppen majd szilveszterre. Majd otthon. Ez egy ilyen fú, de jó, hogy vége év. Igen, otthon kocintunk majd. Hát ha jövőre. Hát ha jövőre el tudunk utazni, igen. Azt mondja, sziasztok, Janitól kérdezni, hogy milyen sajtszószt használ a pénteki tortilla, ezt régóta keresem az igazit, majd megírom.
megírom, majd így külön találtam, már egyet végigkóstolgattam most így csomót. Írd meg, írd meg. Írd meg. Hogy érezze törődést, hogy na. Feri, képeket lehetett találni a házfelújításról, vagy videósorozatot nem csináltok-e? Nagyon menne, Robi kérdezi Kecskemétről. Na, tényleg egy ilyen YouTube, vagy ilyen videósorozat. Miért teszek föl, hogy bénázok ilyen dolgokkal? Bénázó, hát ne vicce. Hát jó, ez hát de na. Érted, hát ez egy skanzen lesz, amit csinálsz konkrétan. A velencei skanzent építed újra, Szentendén nincsenek ilyen parasztházak. Kiállítás, hát látom fotókat. Pista örökségét ápolod. Egyébként képzétek, itt a Töri tanár bácsi kérdezi is, hogy van fotó az öregről. De nagy. És sőt, még a Fejér megyei hírlapból egy 70-es évekbeli újságcikk is van, és ott van a ház, ott van az öreg halász, tenger nélkül. Vagyok az újságcikk a kék hírek. Nem. Olyan vagy, a feleségét is ott állnak, érted, az egész család az 1920-as évek végén ott állnak. Mondjuk ez rohadt jó. De szépen megetted ezt a sztorit. Most csak nem hamisítottak egy régi fotót. Csak azért, hogy megvett azt a szart. Mindent meghamisítottak. Nagyon tepják a gyárba a Petőfivel egykorból. Ha ezt az ingatlanos tudta volna, érte még jobban felveri az árát. Na, jövünk mindjárt, jó? Lehet jelentkezni játékunkra, választhatok játékot, írjátok meg, kivel játszanátok. Itt vagyunk a hírek után rögtön. 3-10 lesz pontosan, 7 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Jó időt mondtak mára, és azt mondták, hogy ma holnap gyönyörű napsütés, és 20 akárhány fok, és hát borús, azt látom. Nekem nem tudok mit mondani. Na. El vagyok keseredve ettől az időjárástól. Ne legyél, holnap jó, még jó lesz, bent lehet. Ne legyél, vasárnap, vasárnap 19 fok lesz, és szakadó esős. Miért? Tényleg miért vagy elkeseredve? Na jól van, játszunk akkor egy jó kis játékot? Játszunk, adjunk még egy ajándékcsomagot így a hétvége előtt. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Szia. Berni vagyok Szegedről. Berni, hello Berni, honnan hívtál minket? Ja, Szegedről már mondtad is, Berni, nagyon jó. És mit csinálsz, mit dolgozol? Én egy nagy kereskedelmi raktárban vagyok, komissiózó, árul és szekészítő. Hogy teszi? Aha, komiszkoc, értem. Hát akkor komiszkoc. Komiszkocot bennekem. Nagyon jó, és te választottad, a pillecukros játékot választottad. Így van, igen, és veled szeretnék játszani, Bali. Hát a pillecukor a Bali. Csak mondom, hogy Jani nem játszott még pillecukros játékot. Nem az én játékom, csak mindenki engem kér. A Feri, nem a szájpecek. Csak, így van, csak... enyém a szájpecek, tiéd a pillecukor, Jani, én meg a kitalálom. Jani, mondjuk én. Janit megviszik csókolozni, egy gyere pici. Gyere pici. Hallottad azt a történetet? Berni, hallgattál minket a csőrözős történetekről? Én minden nap hallgatlak benneteket, még hálózatnak a munkahelyen is. Nagyon jó történet van. Na jó, hát figyelj, elolvastam a mondatot, szerintem nem lesz könnyű helyzeted. Jó? Ajaj. Próbáld kitálni. Na, berakom a cukrokat. Jó? Jó. Egy, kettő, három, négy, öt. Igen. Igen, mondd valamit. Egy, kettő, három. Még egyet. Egy, kettő, három. Oké. Egy, kettő, három. Meg vagyunk. Szerintem megvanik. Jó lesz az. Még egy utolsót. Egy, hajszállítóval küldjük már meg. Na, fiatal. Azt mondja, hogy na, figyelj, Berni. Figyelj. Hát nem, ez tök egyszerű. Aha. Még egyet. Ezt nem értettem? Nem. Ja, ez már feladat volt? Igen. Bevág a tangám, azt mondja. Figyelj. Aha. Na? Ugye, hogy megvan? Sok ugyanolyan szó van benne. Ha egy szót megfejtesz, mindent megfejtettél. Guten Tag. Guten Tag. Ez egyik nekem megvan. Táncot jár az. Na, de kicsoda csinál a micsodát? Ugye? Ez a fő kérdés. Mi nincs Guten Abend, felejtsd el. Nem, ez magyar szöveg. Na?
Kettőt jobbra táncot járnál. Nem. Kettőt nem. Jobbra táncot járnál. Mama, pipunkba, pipunkba, pipunkba. Na, na. Páros lába táncot nem. Nem. Nincs neki lába. Nem, nem, nem. Jaj, jaj. Van lába, de nem értem. Nem értem, nagyon nem értem. Csak az első szót. Pipunk. Na mi ez? Pipunk. Még egyszer? Pipong! Jó, jobban artikulálj! Pipong! Megvan, megvan, meg kell lennie. Pipong, 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 nincs táncos láb! Nincs táncos, jaj! Pipong! Telefonon nem nagyon. Aha, az első szót figyeld! Pipong! Ez figyeld! Pipong! Mit? Pipong! Nem! Nem! Pipong! Nem, felejtsem el! Milyen betűje? Figyelj! Pipong! Na? Na, most már el is játszotta. Mi ez? Mondja be! A táncot jár, az a legvége, az jó, de mi az eleje? Mondd hangosabban! Vegyék két pillacukrot, Bali. Már nem tud, összeolvadt az egész. Na, Berli, csak mondjál valamit. Pimpong! Pimpong, azaz! Pimpong! Pimpong, labda! Igen? Pimpong! Pimpong, kicsoda! Mérges veszel magadra, nagyon. Mert felébresztve is mindenkit. Minden, igen, igen, te mindent megtettél, hogy csak köp ki azt. Igen, igen, mindent megetted, igen. Ú, gyerekek! Fú, sajnálom. Én mindent megtettem. Igen, nem, tök jó volt. Annyira küzdöttem. Tényleg jó volt. Pingpong panna, pingpong pál, pingpong labdán, táncot jár. Hát a táncot járt, azt egyből megértetted, a többit nem meg már. Nem. Ezt ismerted? Én naponta 30-szor elmondom magam. Telefonon sokkal nehezebb, nem ment? Nagyon, nagyon. Én eddig mindig tudtam minden, de így telefonon, ó, igen, hát ez nehezebb. Már nagyon igaz. Küzdöttem pedig. Hát, tényleg guvadtak a szemem. Mindegy, hallgatom, hogy igazából mindjárt agyvérzést kapok. Én ebben meg fogok halni ebbe a játékba, hogy kitaláljátok. Tényleg, aki ezt játsza, az egyszer küzd, de én akarom, hogy nyerjél, de hát ezt nem tudjuk. Telefonon egy kicsit nehezebb. Ja, Istenem, legközelebb ügyesebbek leszünk ketten, jó? Igen, igen, köszönöm szépen nektek, fiúk, és további szép napot nektek. Mi köszönjük, puszi. Szia, szia, szia. Néz ki a mikrofonon. Sziasztok. Nehéz, ez nehéz volt, de próbáltam. Pitong. Te jó film az a Pitong. Pitong az egy ibizai DJ-ről szól, aki süket lesz. Elképesztett beteg. Nagyon beteg film, nagyon szeretem, Pitong. Na jól van, jönnek akkor a nap legjobb pillanatai, hát sajnos nem tudtuk egyszerre ezt most összehozni. Mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk, Jani észlelte a reggelién, hogy ezen az app nem olyan minőségű, és megint kicsit utána jártunk annak, mert hogy volt nálam egy német verzió ugyanabból az appból, mert hogy máshol vásároltuk, hogy valóban van ebben valami. Erről beszélgetünk, hogy sajnos ez még mindig megy. Pedig már a V4-ek is megállapította, hogy nem szabadna silányabb minőségi élelmiszert kapnunk, ugye? De még mindig kapjuk, és ezt most elvégeztél egy kísérletet. Egy nagyon komoly vizuális, és milyen tesztelt? Érzékszerű. És úgy igazolódott a teszt, hogy azonos márka Németországban gyártva meg, Magyarországra gyártva egyszerűen másfajta zabot tartalmazott. Erről beszélgettünk kicsit szomorúan. És az első csóki élményét elevenítettük fel, mert arra gondoltunk egy hír kapcsán, hogy egy kicsit romantikusba visszük el a történetet, mindenkinek van sztoria, van emléke arról, hogy kivel, hol, mikor csókolozott először. Hát egészen megdöbbent. Tök jó, egy panonhalmi hallgatónk írta, hogy mondjam meg a keresztnevét. Hát, ha ő is. A lánynak, mert az édesanyja az hasonló korú, mint én. Ufa! És... aki úgy szólított téged, hogy pici. Így van. És vitt magával mindenhova, mintha az öcselemnél az apukája. Te kis pudli, és te csokkolott, vele csokkolozott először. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Belenézel, és látod egyébként a már állagra és már látványra is egyébként, a vizuálisan is észleled a különbséget a kettő közt. Tehát az ízről meg ne is beszéljünk, mert az már. Na jó van. Na mindegy.
Figyeljétek, ez csak egy ilyen tényfeltáró, ilyen kis tesztelettel mindennek alapon. Történő kis megszólalás volt, négy és egy zsörtölöttem, mert ez nem zsörtölődés. Nem, azt láttam, hogy orral befelé az abos zacskóba, ezért szimatolsz, mint egy kis egérke, és nézed a minőséget. És de ez igazából tényleg csak arról szólt, hogy felbontassam Balázs az apelhét, és azt is megess. Mert nagyon sok termékről bebizonyosodott, hogy van már, persze, különbség. Hogy más az állaga, hogy más az íze, hogy illatosabb mosószerek öblítőknél is tovább kirőlt, tart, tovább tart, tehát hogy valószínűleg ide ugyanazért az árért a silányabb minőséget öntik. Azért ez, hát azért a ez fáj. Igényekhez. De nem jelenti azt, hogy rosszabb zabot akarsz enni. Vagy nem, adják olcsóban. Nem, hát vagy ráadásul ezért veszem a drágábbat, hogy jobb minőségűt tegyek. Vagy mondják azt, hogy oké, rendben van, akkor tudd, hogy itt van a jó, ami nem tudom mennyi mogyorókrémet tartalmaz, ennyi, de ott van mellette. És akkor te tudod, oda nyúlsz majd, amit a pénztárcád megenged. Zab, na. Hát higgyétek el, lekutattuk, ti nem szeretitek a jó minőségű zabot, és szeretitek a sokkal rosszabb. Ó, sokat kell rá. Öblítő. Nem szeretitek, ha illatos a ruhát. Ne vicceljetek, ne butáskodjatok, ti magyarok, hát lekutattuk. Ti azt szeretitek, ha egy fél óra után elmegy az illata. Patyol a tisztaság. Ugyan már, ne utáskodjatok, de hogy szeretitek, hogy egy kicsit azért nem annyira fehér, mint amennyire fehér volt, mert nektek az így jobban bejön. Igen, és az is bebizonyosodott, hogy ti ugyanazért az árért szerettek kisebbet kapni. Nem szeretitek a nagy adagokat. De hogy szeretitek ti a nagy adagokat, ti kelet-európaiak. Még elhíztok a végén. Ti szeretek sokszor többet venni kisat. Ti szeretitek ugyanazt az árért megkapni fél liter öblítőt. De hogy nem utáskodjatok. Ha van benne magyarod, de azért annyira legyen már benne. 350 ml öblítőt szerettek kapni. Persze. Az Európai Unió országainak szakminisztérje már elismerik, hogy létezik az élelmiszerek kettős minőségének problémája. Na végre. Tehát, hogy ez már van. Megismertették annak az összehasonlító vizsgálatnak az eredményét, amely ebben a témában az általa végzett tárca készített. Ausztria, Csehország, Magyarország, Németország, Szlovákia uniós országokban a vizsgálat megerősítette, hogy más az azonos márkájú és csomagolású élelmiszerek minősége nyugaton és keleten. És ez tökre rendben van, kedves bizottság. Csak érted? A visegrádi csoport országai már korábban felhívták EU az Európai Bizottság figyelmét, a vélényekhez diszkriminációnak minősítették, elfogadhatatlan, hogy a vásárló az egyik országban rosszabb minőségű árut kapja, mint a másikban, miközben a termékek csomagolása egyforma. Hát itt a magyarázatot ez a bodra. Én egy élelmiszeripari cégnél vagyok, az fontos tudni, hogy országonként más előírásoknak kell megfelelni az összetétel szempontjából. Egy adott adalék valahol lehet letiltott, más helyen pedig hozzáadható. Csak az összeesküvés elméletek miatt mondom. Emiatt lehet az ízbeli eltérés. Aha, akár. Tehát, hogy itt engedik azt az ízfokozót, vagy azt az adalékanyagot külföldön. A pálmaolajat, ott meg nem. Lehet, és akkor ott kénytelenek más beletenni, igen. Az tény egyébként, hogy a kristálycukor meg az úgynevezett izzott cukor között más van különbség. Ízre, az teljesen egyértelmű. Én például nagyon szeretek vásárolni mindenféle ilyen ázsiai kólákat, ilyen ízesített kólákat, és ott is érzem a különbséget. De az irgalmatlan cukros, nem? Nem, mert csak a zéró változatokat veszem, de ott van egy csomó, ott ilyen fahéjas, meg van olyan, ami ilyen, meg van rettenetesen lőve koffeinnel, van ilyen emelt koffein adagú kóla. Vietnámi talán, meg ilyesmi. Tehát vannak ilyen helyi... 11 kis... órakor éjszaka még szkútert hallgatsz a napban. Igen, napon, nem szól a zene. Adidas fejpántba érted szkútert, back in the UK-t bömböltesz 11 órakor, és kis biciklis nadrágban magas térdemelésben lógsz a csillára. Mit csinálsz? Megittam két vietnámi kólát, megittam, de 41 van, Janika, gyere már aludni. Mindjárt kell, Nika, Jani. Nagyon megy, nagyon pörög. Kicsit romantikusabb péntekkel fejezzük be ezt a hetet. Mi van? Új csajod van? Vagy mi? Nem, most női könyveket olvasom. Ja, megtaláltam egy szerelmes regényt. Tegnap meg volt az első Vikivel. Tegnap a Viki szájot csókolt, és annyira elérzékenyültem. Igen, most már kiérdemelted. Mondtam, hogy én ezt behozom témám. Na, nektek megvan, Titi? De a csajra is emlékeztek? Emlékszik. Csaj volt? Mi? Nem, hát a mai világban a fene se tudja. Hát nálad lehet, hogy érted. Volt egy öreg német juhászunk. Nálunk Riska a tehén. Volt, megvan a csajsz is? Meg, a neve is? A neve is megvan. Igen? Komolyan? Igen. Neked szerintem valami vidéki csajos név volt. Irén. Vagy... Azt! Vagy mit tudom. Boris. Vagy Boris, vagy Juci, vagy... Vagy Erzsi. Vagy Erzsi, vagy Serka. Az első olyan igazi szerelmes nagy csókolózás, az 16 volt. Középiskola, Battonya, a nagy... Oda jártam középiskolába, a basszus! A Röltex mellett, Battonya. Battonya a nagy templom előtt a parkban. Battonya az olyan jól hangzik. Battonya a nagy templom
előtti parkban, és egyébként Krisztának hívták. Krista volt. Igen. Remélem a mai és egy sekrest is. Igen, és egy lány kellemes, vagy egy ilyen szájban kavarós, nagyon fura, nagyon hirtelen, hosszú. Nagyon igen? Ott egész éjszaka ültük, még be is zárták a kollégiumot. Neked ki volt az első? Iskolatársa volt, csak egy másik szakra járt. De szemezgettetek előtte, nézegetted, észrevetted, hogy ő is akarja? Figyelj, érdekes a sztori, mert hogy... Kiszúrt téged, rámutatott? Nem, nekem ő tetszett, de igazából nem gondolkodtam benne, valószínűleg azért, mert túl jónak éreztem magamhoz, de te ezt szó szerint... Tehát felszedett kvázi. Nem, elkezdtem lobbizni az egyik haveromnak. Ó, és te értél oda? És hát ez... Igen, és a végén kibökte a lány, hogy csak egyetlen probléma van, hogy neki nem a Sanyi jön be, hanem én. Oh. És akkor így... Még gyorsan elsztetem. Sanyi, én kellek neki! Aztán Sanyi elkapta. Tehát... És nagy melű szőke, vagy milyen volt? Vöröses szőke. Vöröses szőke. Hosszú, és picit szeplős volt az arca, és azt hiszem, hogy pannonhalmi lány volt. Ő húzott oda magához, és mind a mai napig emlékszem rá, mert nagyon jó volt. Tehát, hogy... Kavart? Tényleg. A csókolózás Paganinia volt, igen? Nagyon vitte? Nem. A felső balhatos, ott van a kukorica. Ott keresd, baba. Kettő darab amagát. És hiszkátja a nyelveggel. Kettő darab amagát tömésed bánta. A foghítól balra. A Bece nevem, illetve ahogy hívott, mindent elárul a kapcsolatunkról. Hogy hívott? Pici. Az első csókom, úgy emlékszem, 11 évesen történt. A srác rácuppant az arcomra, és mint egy algaevő hal az akvárium falán elkezdett kavarni. A nyelve úgy pörgött, mint a ventilátor. Miután lejött róla, még az orrom is nyálas volt. Melinda küldte nekünk. Első csók 1996 16 évesen éreztem, hogy az itt játszom, mert ő javasolta, hogy nézzük meg este a moziban a Mortal Kombat című filmet. Miközben a vászon éppen Liu Kang küldte biciklirúgással Sub-Zero-t elcsattant a csók. Sajnos engem a bunyó is érdekelt, ezért a csókot... Mortal Kombat nagyon jó. Isten, mint ha én lennék. Ezért a csókolózás felénél kinyitottam a szemem, és próbáltam a filmet is nézni. Liu Kang küldte bicikliugáson Sub-Zero-t. Zseniális. Úristen, de jó. Egyszer egy buliban felszedtem egy nagyon jó csajt, a baj az volt, hogy az én számomra furi volt, hogy csókolóztunk, hogy közben mindig néztem a farzsebemben a pénztárcám, hogy megvan-e, mert azt hittem, hogy le akarja nyúlni. Gyanús volt, hogy egy ilyen jó csaj egy ilyen nyomival jár, mint én. Üdv Norbi. Életem tényleg első nyelves csókja Anitával valahol Újpesten. Anita nyelve úgy járt a számba, mint egy habverő. Lehet azt mondani, hogy megijedtem? Viszont sajnos én is beégtem, ez télen volt, és kicsit taknyos voltam közben. Kifolyt a taknyom Anita nagy emlőire. Emlékszem, fekete felső volt rajta, és ott csillogott a taknyom. Ezek után nem folyt. Úristen, de szép romantikus történet. Azt kérte a Balázs, hogy romantika legyen. Anita emlőire. A fekete felsőjét. Újpesten a hatalmas melű Anitára csöppent a taknyom. Mi csókolózás közben emlékszem, a fekete felső volt rajta, ott csillogott. Ezek után nem folytattuk a kapcsolatot. De vajon miért? Üdv Artúr. Káposztásmegyeren a téren a padoknál 16 évesen csókolóztam először, az elején szakítottam vele, mert mondtam, hogy én nem fogok megtanítani egy 14 éves lány csókolózni, pedig csak féltem, mert én nem csókolóztam még soha. Megtörtént az első csók, azóta is együtt vagyunk már 19 éve, és van két szép gyermekünk. Wow! Na, itt a romantika, tessék! Aha. Balázsék a Rádió Egyen! Voltak helyes sztorik, azért jó volt nagyon. Na... Aranyosak voltatok. Mi a recept, Ferenc? Nem mondtam nektek, Szilvia cseresznyés pitéje. Esküszöm, egy ilyen joghurtos cseresznyés pitét csináltam, tök egyszerű joghurtos dobozzal tudod kimérni az izét, a cuccokat, nem kell vele foglalkozni, egy ilyen jó szaftos. Ez az, amit tegnap megkóstoltunk? Az. Nagyon jó volt. Na, azért. Nagyon finom volt. Akartam hozni, de főzabáltátok. Föl. Megettük, gyerekem megevett belőle négyet. Még gyerek délután. Jó anyámékat látogattam meg ugyanott, ahol ugye te vagy, és a kicsi az ráállt, és megevett egy három. Mondtam, kérsz, azt mondja, mindenféleképpen nincs benne hús, akkor eszem. Vittél nekik maszkokat? Vittél nekik maszkokat? Megmondtam, hogy itt a korona, ne menjenek a sehova, maradjanak. Most olvastam, mi történt. Hívjuk a naphallgatóját. Cseresznyés pite. De jó. Nagyon jó. De tényleg nagyon sok elrohadt. Ne egye meg. Sok eső miatt. Akkor most még együk. Nem. Pitébe vagy pite nélkül. Sajnos nem, hát a Mortal Kombatos Dávidnak szerettük volna odaadni a naphallgatója címet, mert nagyon tetszett, hogy a Mortal Kombat című filmet nézte, és Sub-Zero miközben lemészárolta egy karaterugással Liu Kangot, vagy éppen fordítva. Liu Kang, Sub-Zero. Liu Kang, Sub-Zero a Mortal Kombatnál. Na jó van, nem elfelejteni a Bubbles játékunkat. Hétfőn ugye 1 millió forintot lehet majd nyerni összesen, 4 család vagy 4 ember nyer 250 000 forintot.
vicces, aranyos, kedves képeket kell nekünk elküldeni a... mosadokukac.radio1.hu címre. Úgy van, ahogy mostok, vagy ahogy teregettek, vagy ahogy megihlett benneteket a mosás, viccesen, kreatívan készítsétek egy fotót. Nagyon sok pályamunka jött már. Nagyon jók. Hétfőn hívunk 4 hallgatót, és fejenként mindenki 250 000 forintot nyer. Jó? Kiránduljatok sokat a 19 fokban és a szakadó esőben, legyen nagyon jó hétvégétek, vigyázzatok magatokra, fürödjetek nyugodtan a 16 fokos Balatonba és a 18 fokos Velencei-tóba, és érezzétek jól magatokat most, hogy vége az évnek, legyetek sokat a gyerekekkel, és legyen együtt ez a család. Vége. Legyen ez egy ilyen nyár, hogy vége. Sokat vagyunk együtt a gyerekekkel és a felnőttekkel, irány a Balcs és a 16 fok, ami lesz vasárnap. Nézegessétek az elismerő okleveleket, amiket kaptatok, ugye, évadzárókor? Igen, mert hogy a gyerek bizonyítványa most egy kicsit a ti bizonyítványatotok is így van. Vegyél valami apróságot, jutalmazd meg. És gondoljatok arra, hogy folyt köv. Így van, jön a Gyűn a második hullám. Folytkov. Novemberben. Mindenkinek szép hétvégét, hétfőn jövünk, vigyázzatok magatokra. Szevasztok, ciao, ciao, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.